Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Méreg Attila vagyok. A Bécsi Rádió Orange Stúdiójában üdvözölhetem a Birzebub zenekar kettő tagját. Szia Bogyó! Hello, hello! És szia Márk! Hello, hello, sziasztok! Kedves nézőink, hallgatóink, az egész csapat nem tudott eljönni, de majd hát, ha a többiek is majd egyszer velük tartanak, szóval ha itt vagytok velünk, hallgattok minket, akkor gyertek, nyugodtan nem harapok. És kedves nézőink, hallgatóink, ez a Rockbook Rock podcast sorozata, következő része, ami az NK, a NKA jött létre. És rácok, itt vagyunk, hozhatok magatokkal egy csomó mindent, szóval majd képben is majd mutatok a képregényből, a sörből, van itt minden, szóval, szóval lesz itt bőven témánk, és öt éves a zenekar, de ne is rohanjunk ennyire. Uh, én amit így kutakodtam, és most mondjuk hozzád fordulok így a, a csapattal kapcsolatosan, hogy ez annó úgy alakult, vagy úgy indult el, hogy ez egy szóló projekt lenne, mert az előző, a mongó zenekarod az így ki, kifáradt, mondjuk, igen. Ki kifáradt, Ó, köszönöm szépen, ez jobb szó. Ö, meg volt több side -projektet, hát akkor maradjunk most a birzebub -nál. A Birzebub az mi volt a szikra, miért szóló projekt, és végül akkor ez miért terebélyesedett ennyire szét? Hát ez azért összetettebb sztori, mert ugye a... Van idő. Ó, köszönöm szépen vagy úgy is fogok csapongani itt a dolgokba. Kérdés akartanak. Tehát gyakorlatilag ez az egész nem is zenekarnak indult, sőt, még talán projektnek sem mondható. Volt, egy csoport. Nem? volt, ja igen, ilyen, ilyen táncos csoportnak egyébként, Kalákának, igen. Szóval amúgy volt talán öt vagy hat szövegem megírva, mert így gondoltam, hogy majd egyszer csinálgatok magamnak ilyen rebbiteket, majd így a időmbe, aztán itt saját szórakoztatásra fölköpködöm, de igazából aztán ez így valahogy így elmaradt, és hiányzott a mongóz után azért a zene. Aztán hát ugye kihez fordultam volna, mint az ex-tagsághoz, hogy ugye valami zenét verjetek már a szövegeim alá, mit tudom, kidobik online térbe, aztán tök jó, elmondtam, amit akartam, ugye ezek ilyen viszonylag már miért akkor... A mongusz folytató, tehát még kellett akkor ennek így rip lenni, mert eltemen, Ó, vár egy... egyébként egy nagyon pici közeg, tehát uh, hogy mondjam, ez egy annyira zárt uh, zenei csoportosulás igazából, hogy uh, jóformán alig találsz hangszerezzenészt, vagy hogyha találsz is, egyébként akkor teljesen más uh, irányba van orientál a csávó, tehát mit tudom én, játszik, vagy popot, vagy tököm tudja bármit, ami, ami nem az mi irányunk igazából. Lehet időben beszélni erről már, hál' Isten. Jó, egyéb, persze, tehát ez most arra azért így az öt év táblatába változott, jó formán gyakorlatilag. Azért az nem, 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 sok idő, tehát ez tök jó, hogy annyi minden történt öt év alatt. Á, jó, de ugye ehhez egyébként kellett a, amúgy a nem jelenlévő emberként a művészorunk, a Bencsik úrnak a, a közösségalkotó munkája, és tehát az, amit ő jelenleg egyébként a jelenlegi próbatermünkben véghez visz, mind úgy művészetileg, vagy hogy mondják ezt, művészetileg? Művészetileg? Teljesen mindegy, zeneileg, meg így, így közösség építés. A, annak hatalmas nagy szerepe volt abba, hogy jelenleg, most már például a jelenlegi kollektívánk, ami igazából négy zenekarból áll, a No Martyr kollektív, ilyen szinten tud egy gyakorlatilag egy közösséget alkotni. Akkor, és hogy meg, tehát ez a stúdió, ez mit tud, tehát miért különleges közösségi tér, nem tudom, Nem, nem stúdió, ez gyakorlatilag egy, olyan, mint egy foglalt Tehát ez, ez még talán régen, még a már régi zenekarának, vagy kinek volt a próbaterme? Hát ez úgy indult el úgy kerültünk mi is oda, hogy nekem volt, még van is, mert igazából hivatalosan nem oszlottunk fel, egy Pink Miss nevű zenekarunk, és ö, abból a zenekarból az énekes, a Dóri és a dobos, a, a Fetszó, ők ö, egy ilyen, hát csúnya szól, egy ilyen, egy ilyen buli zenekarba játszottak óváron, kávéházakba zenéltek, majálisokon léptek fel, és ők ezt megkapták ezt a házot, házat, bocsánat, kicsit Igen. azért, teljesen mindegy, megkapták ezt a házat, hogy ott próbálhatnak, közösséget építhetnek, vagy csak egyáltalán, hogy ott lehetnek. És akkor mi bekerültünk ide a Pink Mister, akkor mi is elkezdtünk ott próbálni, aztán ugye jött akkor a Birzebub, hogy hát nekünk is kellene valami hát próbaterem. Titeket, hogy kéne hát, Igen, hogy a... esetleg... idéglenesen valahol lehetne próbálni egy-két alkalommal. Aztán ebből az lett, hogy konkrétan elfoglalta a Bérzebó ezt az egészet, de úgy, hogy ez egy terem volt, tehát mint, hát úgy kell elképzelni az egészet, mint egy családi ház, és mondjuk a nappaliba fel van állítva egy dobcuc, erősítők, egy, akkor még nem is voltak lámpák, hanem lógó ja, hát csillár, függönyök voltak, hát mint egy ez Igen, egy kávézó alapon. volt egyébként, tehát uh, gyakorlatilag ez a, ez a mézes Kávézó volt, és abból lett most már az összes helysége be van foglalva, most már ott Te próbál a bipoláris, a, a Diller BT, a nem is tudom, a. fú, kik vannak még minden, van, még ott jó pár zenekar, teljesen István. mindegy. Jó, a Vichson, ugye alap. Uh, szóval ez egy ez rettenetesen... De hogy kormányzathoz tartozik ez? A... Azt ki... hiszem, hogy magánkézbe levő, de ez teljesen mindegy. Uh, nem, a, nem is az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy most már két éve, vagy hárm éve, vagy bár akárhány... Ja, mit? Hülye vagyok. Fél Öt vagy éve vagy már ott tudunk félteni. lenni. Igen. És na szóval, és ugye... Gáborunknak ez a közösségépítő munkája, ez addig fejlődött, Nagyon amíg, sokat beletettem amíg és gyakorlatilag energiát. ez most már stúdióként szolgál ez a, a helység, tehát gyakorlatilag ott, ott, készülnek a dalok, ott is vannak feljátszva, mindúgy a Vicsron dalok, mind úgy a Birzebub dalok. Itt van próba, de most egyébként koncert is lesz itt, volt is úgy, már. Meg volt is már, tehát ilyen, de ez is csak ilyen, ilyen zárt körű rendezvény. de gyakorlatilag ez olyan, mint, mint nem is tudom, mint Pesten voltak ezek a, ezek a squat, vagy minek hívják, hát ez a foglalt házas Ez az egész onnan indult, eleinte nem volt ez ilyen, hanem mikor ugye bejött a Covid-19-be, akkor, hogy nem tudtunk nagyon sehova sem menni, ja, igaz, se Dunapart, semmit, tehát nem lehetett kimenni sehova, és akkor kitalálta a Gábor, hogy basszus, nem lehet menni sehova, hát akkor itt a próbaterem, azt akkor menjünk Csináljuk ki a, ott a, a, a kérdbe, grillezünk terünket. egyet, ja. egy pár embert, akkor még ugye nagy para volt ebből, hogy betartani a távolságokat, meg akkor készfertőtlenítés, blablabla, bla, bla. és akkor tök jól összejött ott egy, 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 egy társaság, és innen szépen elkezdett építkezni az egész, hogy hogy akkor jó jövő héten is jöjjünk, akkor már péntek szombaton, akkor már hétköznap is volt, aki ott volt, vágták ki a gazokat, ki a dzsumbuit írtották, gereblézték az udvart, pucolták az ablakot, ajtót újították fel, és tök jól kialakult itt az egész hely. Tehát egy, egy kicsit olyan, mint a, óvári Zóvári dűrerkert, ez a már a ja, nem mostani, hanem a régi, egy, 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 Egyébként abszolút. És ezért sajnálom, hogy amúgy a ja, Gáborunk nem tudott itt lenni, mert egy csomó minden ö, olyan dolgot tudna ehhez az egész témához hozzáfűzni, ami egyébként az ő keze munkája. Csak de a nem menekül, szépen, ívon, majd a következő alkalommal. És akkor visszatérve a, bér, a akkor ott, ott voltál, legyen. Ja, na igen, igen, jó, megint ugye mondtam én, hogy csapongani fogunk a témákba, szóval erre nem kaptál választ, de. Én, én csapongtam, amúgy, de nem volt. De, de egyébként, tehát az egész úgy indult, hogy voltak szövegeim, és akkor megkerestem a, a akivel együtt játszottunk a Barnit, hogy figyelj, írjál már nekem pár zenét, egy dalt meg is írt, vagy talán kettőt, ha jól emlékszem, de igazából nem nagyon jutottunk időhiányában előre, és ő ajánlotta a Pencs aki egyébként a mai napig a, a sound önkért, tehát a, a hanganyagoknak a hangzásáért felel, tehát a mai napig ő keveri a cuccokat, és amit ezúttal is köszönünk neki. És ugye akkor ő írta meg gyakorlatilag az első kislemezanyagnak a maradék három hatodát, illetve egy dalt a jelenlegi gitárosunk az Edem szerzett, a viceverzát. Aztán mondom, hogy jó, akkor ezt fölköpködöm, na, akkor mi esetleg... volt a koncepció? oké, most semmi, semmi több ebben nem volt, én nem is akartam még próbálni se, meg nem koncertezni is. se. Igazából senki nem akart, de aztán annyira bele lovaltam ebbe magam, hogy figyelj, csináljunk már srácok egy egy óvári bulit, mert uh, volt valami azért, mert szerettem volna uh, már régóta egy, 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 jótékonysági rendezvényt csinálni, és ugye, hogyha már így, így akkor ezt a repmetálos vonalat tűztem ki magam, akkor mondom, meghívok négy vagy öt hip -hop előadót, meg mondjuk négy vagy öt metát az akkori a az ismerőseimből. Aztán összeállt egy tök jó rendezvény, ami egyébként annyira sikeres volt, hogy azóta sem sikerült. 2018. március talán 31-e volt? Hány napos a március? <gül> 32. <gül> Igen, 32-én volt, és Kettődikén. és nagyon-nagyon-nagyon jó sikerült az egész. Rettenetes nagy ősvegyülés volt, tehát tök jó volt látni az ezer éve nem látott rapper arcokat, a metálosokat, meg minden, tehát ilyen, ilyen tök nagy flója volt az egésznek, és imádtam. És akkor sajnos ez annyira elindított a lejtőn, hogy utána jött aztán még egy koncert óváron, de azt már azt hiszem, hogy ott, ott meghívtak, az nem sikerült annyira jól, és akkor utána meg úgy annyira rá kaptam, vagy talán mondhatom a srácok nevével, és így kaptunk úgy az egészre, hogy figyelj, csináljuk már. És aztán így végül is így nőtte ki magát a zenekarra, aztán onnantól fogva, hogy gyakorlatilag talán a, a bélyeg volt az első dal, ugye? Nem, utána csináltunk egy feldolgozást, azt hiszem, a BGP feldolgozás utána volt. A bélyeg előtt még, igaz? Vagy a bélyeg után, hú, már hát, nem tudok. volt nem tudok. már, Beastie Boys-tól kezdve. csak, Tehát csak öt Ez, Igen, úgy, de de volt, de úgy, volt, de ez úgy volt, hogy volt három vagy négy mi saját szám. Mi Micsoda? Három vagy saját szám, és akkor... Jó, ugye a jó ugye ö, valami volt egy downset feldolgozás, Boy, de nem is ez volt a lényeg, hanem az, van. hogy, hanem az, hogy utána igazából elkezdtünk közösen dalokat írni, Igaz, hogy nagyon nehezen, és ezt a, azóta ezt is. a, a azt ezt, ezt, azóta is tartjuk, nem akarok róla részletesebben beszélni. nem vagyunk egyszerű dalszerző brigád, hogy azt mondjam, lehet, hogy ez a, az ötünknek a teljesen a zenei, hogy mondjam, sokszínűségéből adódik. Felé. Hogy igazából... Ez ö... mit jelent, hogy öten öt felé akkor, ha már bedobtátok? Hát, hogy én nagyon szeretem az egyszerű tufás, döngölős dolgokat. A dobosunk és a gitársunk ezt szereti megfifikázni, megmatekozni, és megtördelni, és szétjátszani. Legalábbis az én meglátásom szerint a márkő szürke eminenciás, ez neki jó az, ami van. A Milán meg teljesen gyakorlatilag ő, ő a rock az egész zenekarban. A funky és rock sámán érted. Tehát igazából ő is teljesen más közegből, ő Alice in Chains, meg mit tudom én, meg Soundgarden, meg mit tudom, és akkor mi meg, a, mi meg a teljesen szöges ellentéte vagyunk. Ja, is. szerintem mi vagyunk ketten a bogyó valaki ezt a ezt az egyszerűbb dolgot szereti, tehát ezt a... Szeretné. Szeretné, meg hát azért, azért van egy-kettő. Kapunk egy pár másodpercet belőle. Nyilván. És ö, aztán igazából ez mindig kicsit le van húzva, hogy hát ez nehogy már ez menjen végig, és akkor úgy, hogy jönnek az ötletek, folyamatosan épül a szám, és akkor azt veszük észre, hogy van mondjuk egy három és fél, négy perces szám, amiben konkrétan semmi ismétlődés nincsen, még a refrén se ugyanaz, mondjuk a kétszer van benne. És hozzá kell tenni, hogyha bárkinek ez negatív kritikaként jönne le, így negatív önkritikaként, hogy gyakorlatilag ahol most a, ahol a zenekar eljutott gyakorlatilag arra a minimális underground szintre, az, tehát annak az alapját ez határozta meg. Tehát egyébként ebben szintén ki kell emeljem a Bencsik úrnak a, az építő munkáját, illetve az edemünknek a, az a, a maximalizá... Mi? agresszióját. Agresszi... Igen is. A edemünknek a maximalizmusát, hogy, hogy gyakorlatilag ők, ők ketten ezt az egész zenei volt, ezt ilyen szintre tudták emelni. De ez amúgy formálódott, egy gyurma volt, tehát hogy még öt évvel ezelőtt annó, azon a szürke hétköznapon így le, leültetek zenélgetni, hogy a, az alapkoncepció a az így változott, gyurmáztatok, hogy, vagy hogy Figyel, ezért? Szerintem egyéb persze, szerintem aki egyébként meghallgatja az akkori dalokat és uh, így a kronológiát végveszi, ő szerintem mindenképpen hallja a zenei fejlődést is. Az első, az első album, én azzal úgy találkoztam már, hogy ott már komplettan volt egy szám. Tehát azt hiszem, hát, hát, hát úgy, hogy akkor egy album mondhatni, hát mit tudom én már, mert EP. felszórva kaptam. És. Uh, talán ének nem volt rajta, és akkor figyelj, erre valamit rá kéne játszani. Mindegy, csak nekem ott, ugye, ahogy te az előbb is elmondta, hogy hát, csak, ott csak nem, magának a nem koncepció, ott, igen. Csak legyen valami nyoma ennek a korszaknak is. Valami dörmögés. De és ez tényleg legyen, úgy valami... volt, hogy otthon este valamit rádörmögtek, ja, 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 ez jó, 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 kurva jó lesz, elküldték, és akkor lett ebből. Egy Nyilván akkor, akkor az a szint, hogy persze teljesen minden több több mindent Tök Mindegy, csak Most már, hogyha. Így, tehát az, ami, mivel otthon veszünk fel, mindent utána. Ja, most már azért után kicsit utána. Ki zene, polisz azért, azért ezt felülbírálja, és hozzáteszem joggal egyébként, és gyakorlatilag ez, ez, adja meg a minőségi alapját az egésznek. És a zenétek az nagyon szövegcentrikus, tehát a, a, a tetszett, ami milyen zenét, amit szöveget hoztok, társadalomkritika, ami felbassza a fejeteket, ami kiakadtok, hogy oké, ezt belefogalmazzátok. A szöveg ez, ez egy, megint csak egy összetettebb dolog, Ugye az mondhatom, hogy egész idáig olyan 99%-ban az én érdemem volt, most már ez is megváltozott, szerencsére, tehát egyébként... De szabad kezet kap, azt csinálsz, amit akarsz, Ön... hogy a többiek azért majd... Í, bogyó, Van beleszólás, nem, Teh, tehát azért, azért jócskán azok a szövegek, amiket a, a végtermékben hal bárki, az lehet, hogy már a negyedik, ötödik, de akár a hatodik vázlat is lehet, ami, ami végül ugye a végleges formát ennyi. Szofisztikáltságot? Nem jel... feltétlenül, inkább az, illetve de egyrészt a, egyrészt a szóhasználat véget is, másrészt viszont ugye az a helyzet, hogy az aktuál politika az eléggé Adja a témát, sajnos. Igen, ugye az belelopozott a zene, zenébe és a szövegvilágba, tehát innentől fogva, hogyha sokáig ülünk egy dalom, és... Aktuelt Igen, tehát, tehát hogyha én adott pillanatban megírok egy adott témákból álló szöveget, de az a dal, csak teszem azt három vagy négy hónap múlva készül el, lehet, hogy az, a, az amivel akkor kijönnénk, az már igazából egy kicsit szürkeségbe veszett, és van helyette sokkal aktuálisabb, vagy sokkal jobban komolyabb téma, érted? De maga az eszenciája, amit mondjuk meg akartál fogalmazni egy dalszövegben, azok Nyilván benne maradnak. Nyilván az alap. Tehát, tehát összességében a társadalom kritika az, az az első öt dalban, ami még 2018-ban megjelent, ami még abszolút így a, így a az én kezem munkája, mármint a szöveg része. A, ott, ott is megjelent voltak zöld témák benne, tehát környezetvédelmi dolgok volt, voltak, norm, tehát ilyen munkásosztály védő szöveg tehát volt az oligarhadal például egyébként annak a szövege teljesen erről szól, a, a, tudom, ilyen a gyári munkásnak a kiszolgáltatottságáról például. Akkor ott az inkorrekt volt az első politikai jellegű dal, tehát az nem volt ennyire direkt, ott, ott kicsit ott ilyen, az ilyen téma volt, de, de az volt az első ami ugye erre, erre vit. Nem is tudom, mi a inképző, a kinképző, az, téma volt, a BZB volt, ilyen, ilyen kicsit ilyen arszpoétika ja, jellegű, de. hogy ilyen, ilyen, az ilyen klasszik rep szöveg volt, tudod, ilyen... Az csak nem... volt inkább. Ne, ne, hát az, az, ez a tipikus, ez a, ez a repcuccos, ez a kiha én nem tökös csávó, majd megmondja, hogy mi a frankó, tudod. Ja. És a szövegekből amúgy volt már problémátok? Most gondolok arra, hogy most valamelyik helyszín visszamond, inkább túl, vagy vegyetek ki a setlistből valamit, ilyen sztorik e, egyszer egy volt. Egyszer volt az A38-al, hogy valami bulit nem tudtunk elválni, de most megvan őszintén, hogy már nem is emlékszem, hogy mi volt az a sztori, mert ö, hirtelen el is akartam felejteni. Tehát ott, ott nem is voltunk bejelentve, ö, mint fellépő, mert nem is volt még a rendezvény meghirdetve, de végül aztán ugye úgy, úgy, alakult, hogy ott, ott nem tudtunk fellépni valószínűleg egyébként nem derült ki, tehát nem volt fixen a, megvonva a szemünkbe, de nagy valószínűséggel most, egyébként a politikai a téma véget. Úgyhogy, de ez nem rossz statisztika, tehát ha csak egy helyi Nem, nem, figyelj, én szerintem a, Ja, hát ideig. Szerintem azok a helyek, ahol mi fellépünk, illetve felléphetünk, bár amúgy is a hazai koncert lehetőségek azért eléggé ottak, és eléggé centralizálódtak a fővárosra amúgy, de ez mondjuk egy másik téma is lehet akár. Lesz, lesz ez a téma. Hogy ö, igen, szóval azok a helyek, ahol mi fellépünk, ott szerintem tudnak azonosulni, mint úgy a szervezők, vagy akár a tulajdonosok, a kocsmáros, vagy akárki, a, a mondandóval. Tehát valószínűleg nyilván tudja, hogy miért hív oda minket, vagy miért enged oda minket, hogyha szeretnénk menni. Úgyhogy... És már ennyire szevegcentrikusak vagytok amúgy, uh, így visszamenve akár, a teenager koratokra mondjuk akkor hozzá fordok, hogy tényleg téged mi inspirált, mi volt, aki nagy hatása volt, hogy te ennyire társam kritika, ennyire ez, a, ez, az irány lesz neked így a, a fő Ezt igazából nem tudom, hogy, hogy miért jött, de valamilyen szinten egy kicsit úgy a. a ássunk a mélyre. ez szerintem a szociális érzékenységem az, ami, ami erre billentette úgy a mérleget. Tehát valahogy mindig zavart az igazságtalanság és a hatalomnak a, a kisember, ez a kispolgárhoz való hozzáállása, és ez országtól függetlenül, tehát gyakorlatilag a történelem során mindig, mindig ez volt, hogy mindig a kisember állt a brének a túlfelén, tudod. Úgyhogy gyakorlatilag az összes zenei előadó, amit, amit hallgattam, főleg amikor belekerültem inkább ebbe a hardkorosabb szintérbe, ott, ott mindenki társadalomkritikus volt, mindenki mondjuk rendszerkritikus volt, vagy akár fixen direkt politizáló zenekar, igaz, hogy nem feltétlen magyar nyelven, amiket én hallgattam, de, de mondjuk angolul nyilván, amikor kisgyerekként beleásod magad a, a szövegekbe, hogy Jézusom, ez most miről szól, akkor, akkor ez, hogy Paszki, ugyanazt gondoljuk, érted? Tehát ugyanaz zajlik az én szemeim előtt, amit itt hallok a szövegekbe, akár más nyelven, teljesen mindegy. Tehát azért mondom, internacionális a probléma. És, és aztán ugye, amikor szembe velem a Raging the Machine, akkor, akkor különösen elkapott ez a, ez a rendszerkritikus vonal, de akár említhetném a Downsetet, akik hatalmas nagy hatással voltak rám annó. Aztán, amikor ugye találkoztam a liberáljuttal itthon, meg a Social Free Face-el, így az SCHC vonalból, ők rettenetesen sokat dobtak, főleg a Bercinek a szövegei a liberálból. Nem véletlenül van egy liberális átdolgozás a szavakra épín egyébként, egyik kedvenc dalom tőlük. És uh, szóval összességében ez, ez, határozta meg ezt a, ezt gondolkodást. Tehát nem egy ilyen piacirés látta, hát ilyen nagyon nincs. Én nem gondolom, szín. hogy ez piacirés. Bár most már egyre inkább azt látni a mainstreamben is, hogy vagy, Rá annyira, jó, vagy annyira tele van tényleg a tökük az embereknek a jelenlegi rendszerre, hogy, hogy ezt hozza ki belőlük, vagy valamilyen szinten divat lett, ez nem az én dolgom eldönteni, de én szerintem ebbe nem lehet piacirésben látni. De szerintem az egyediségeteket az elvitathatatlan, hogy most jelenleg így Magyarországon te ez a zenei háttér, meg ez a szövegvilág, ez a kombó, ez ti vagytok egyedül. Én oda? szerintem így pont, ahogy mondtad, ez a kettő működik együtt, tehát az, hogy a, a, a szövegnek a direktsége az, hogy nem, nem feltétlenül próbáljuk egy bármilyen maszlakba ezt beleburkolni, illetve az, amilyen zenét a srácok itt alátesznek. Tehát így a kettő együtt Én még mindig azt mondom, hogy én sokkal jobban élem egyébként a, az ilyen grúvosabb, repelősebb cuccokat, tehát szerintem most már ezt a repmetál jelleget egy kicsit elhagytuk, főleg majd az új dalok, amik egyszer majd, megjelennek, abba, abba azért, azért érezhető lesz, hogy már csak... Meg csak... kellett volna? Nem, az részletkérdés. Amik csak nyomokban fognak valószínűleg egy kicsit repjelleget tartalmazni, viszont sokkal érdekesebb lesz, szerintem, illetve talán egy sokkal szélesebb réteghez tud majd megszólalni, nem tudom. Hát ez majd, majd a hallgatóság majd eldönti. És e -e egyedül is érdekes ahogy mondtam, azért elég különleges itthon, meg a szavak ereje EP nagyon sok zenésztársat így be tudtatok vonzani, hogy amikor így kitaláltátok, hogy kikkel szeretnétek azt az albumot, vagy az EP-t összerakni, ott voltak így, hú, hát emberek, én bírok, bírok meg hogy csináltok, de ez nekem már nagyon komfortzónán kívüli, tehát hogy ott milyen nevek merültek föl, és azok közül kik, sokan estek ki, ha meg akartok mm. nyugodtan nevezetek meg, vagy meg lehet nevezni, mert fel lehet, meg feltomsolni, itt már jegyzetet bele tudok nézni. Hogyha... El is mondjuk ám, akár mi is mindjárt. Egyébként ö, egy kicsit visszább megyek, az egész fitelés ötlete szintén Gáborunk ötlete volt, úgyhogy tesó hallgatsz, ezúton is hiányzol. Ö, szóval... Milyen Romi? Ugye, hogy szeretjük, szeretjük a drága jó embert. És, ö, itt lenni. Jó van, ez, ez a szentimentál téma Szóval az első fítünk egyébként a bélyegre volt Somával, aki amúgy a bipolárisnak a frontembere, és ez is a Gábor ötlete volt annó. 2019-ben egész pontosan, akik amúgy egyébként most már jelenleg a Nomarti kollektíva tagja is, de nem csapunk a témában. Szóval a fitek innen jöttek, aztán ugye utána, utána talán Ja, ne, hát még a BGP coveren is, BGP, ugye, ott, ott is van? A, a Gyulát, gyulát fölkértük. De a gyulát, a gyulát, várjál, na, most teljesen nem mindegy, kronológiában nem menjünk bele. Eleinte voltak ezek már. Ö, és utána mi az első komolyabb fit volt, a, ami már kicsit mondjuk ismertebb fellépővel, az ugye a kormány volt a Vörös Andrissal, és az is valahogy úgy jött, hogy talán talán én szerveztem pont most van, azt hiszem, hogy három éve, vagy négy éve, nem is tudom mikor, a, egy kadaveres és egy ördög bulit óvárra,

ott voltunk mi is így kollektívan, azt így valahogy dumágattunk az Andrissal, hogy figyú, pont izét, pont jó lenne egy fit az új dalunkban, nem vállalná, de ez is ez lenne a szövegvilág, kicsit izé, kicsit merészebbet lépünk, ugye az volt az első direkt politizáló szöveg, és akkor mondta Andris, hogy van benne bármiféle olyan gyalászkodás, vagy valami, semmi, még csak egy csúnya szó sincs benne jó formán, akkor jó van, figyelj, próbáljuk meg, nyomjuk, és aztán ugye ezzel indította a dolgokat, utána akkor próbáltunk megint egy, egy kicsit merészebbet lépni, akkor jött a korrupt, ugye a akkor ott a Krisztián és a Jakab Zoli egy kicsit így megadja a kontrasztját így a dolgoknak. Aztán onnantól úgy, hogy ahogy elkezdődött a többi dal már evidens volt, hogy mindenhol szeretnénk. Te Egyrészt tök jó egyéni ízt ad neki, másrészt meg ugye azért itt, itt minden előadó úgy gondolom, hogy tud azonosulni azzal a mondandóval, amit mi közvetíteni szeretnénk, és, és ezáltal szerintem tök hitelesen tudja hozni saját magát is. Most, hogyha csak indulunk ki tényleg a Jakab Zoliból, aki szintén egy, egy igazi megmondó, meg társadalomkritikus személyiség, meg egy erős egyéniség, akkor, akkor igazából a, a Kókaj szintén. Ugye a szálladónak arra is ők, ők elég merész témákat feszegetnek, csak angolul, Fantasztikus ugye szintén. Jó, nem szintén. Nem jó kell... maradjunk meg funknál, tehát én ahogy innen, ha funk hallgatod, tökre jó, hogy együtt dolgoztatok, meg, meg, nagyon rég találkoztunk, egy barátomnak a temetésén volt ott, meg az ő zenéje volt a temetésén, hogy, hogy ő, őt például ti hol ismeritek? mennyire volt nehéz vele akár összehozni ezt a fitet, lesznek még hasonló koncerten, hányszor toltátok le együtt akár? Az egész úgy indult, hogy 2019 februárjában Kiskunhalasra szerveztek nekünk egy bulit, és azon ott volt a funk is. És és már nem is tudom, ott talán nem is nagyon dumáltunk, de ugye ott találkozott először azt hiszem, a nevünkkel, aztán utána, amikor én személyesen megkerestem, lehet, személyesen e-mailen, vagy talán, talán e-mailen, vagy messengeren, már nem is tudom, de azt hiszem, ja, igen, e-mailen e kommunikált, és nagyon nehéz volt vele a kommunikáció. Tehát elképesztően. Igazából az, a, ahogy a... Krita lehetetlen volt inkább. Nem, Csak ez sikerült. Nagy nehezen összejött, de egyébként utána, amikor személyesen találkoztunk, volt egy közös fellépésünk dologon, akkor ugye én ezt mondtam is neki, hogy hát ő ilyen érted. Tehát imádjuk, szeretjük, de, de a kommunikáció az ilyen volt. Egy és, nagy vad, nem olyan könnyű befogni. És jó, ja, de egyébként tényleg figyelj, amit pirított viszont annak ellenére, hát ez, ez á, emlékszem arra a pillanatra, amikor már hogy pont másnapig kellett leadni. Uh, Na, utolsó utáni pillanatban kaptuk hát meg. Az utolsó utáni utáni pillanatban. Ja, gyakorlatilag... Akkor, hogy most már lehet, hogy nem is lesz belőle semmi, és akkor egyszer csak jött egy üzenet, hogy megvan. Úgy és kellett kideríteni a telefonszámát. Mindegy, hogy milyen, de ez lesz, és akkor ott ülünk, hallgatjuk, és Ó, oh, mm. Hát ez kurva jó! ott letoltuk, igen, egyébként. Tehát tényleg az utolsó utáni pillanatban érkezett meg a felvétele, mert még aznap éjjel megkeverte a, a, a Tomi, a Pencs Tomi, és másnap ment gyártásba, hogy a lemezbe mutató koncertükre megjelenthessen, megjelenthessen a CD, <laughs> egyébként, úgyhogy... Ez feszes volt az, tehát imádjuk ezeket a Egyébként minden határidős munkánk valahogy így fut be így a célba. Vagy időre, vagy utána. <laughs> vagy idő után, igen. Hát szeretjük a kihívásokat, tehát, meg És a feszültséget. idegeneknek nem biztos, hogy annyira jót tesz, de egyébként imádjuk, igen. idegeneknek idegeidnek amúgy jót tesz a fehér maszk? A fehér maszknak mi a sztoria? A fehér maszk ö, okozza az ideget egyébként <laughs> sajnos. Az a, baj. a fehér maszk sztoria, ez ö, minden koncerten, hárman, négyen azóta is, hogy elindult a zenekar, felteszik ezt a kérdést. Összességében... Bocs, hogy ilyen klisés vagyok, de hát na, valaki ne, hát most hall először. meg tudja. Aki Fehér Maskalias Lord Beelzebub, igen, ezt már itt előbb megbeszéltük adáson kívül. Szóval gyakorlatilag ez az egész úgy indult, hogy egyrészt csúnya volt az arcom, és nem akartam igen. ugyanazt felvállalni, mint a monguszba. Szerettem volna egy, egy, olyan karaktert ebbe az egész zenekarba, aki mögé tudsz tenni, tehát akár te is mögé állhatsz ennek a karakternek. Nem kell, hogy Akár arcoz... ennek egy művészi Ez ö, egy picit, bár én nem vagyok művész, de, de ennek egy picit talán mondhatni, hogy van ilyen művészeti a háttere. performance aminek akarod. Gyakorlatilag. Ö, és azt szerettem volna, hogyha nem archoz, vagy nem egy kifejezetten egy konkrét személyhez társítják az emberek a mondandót, hanem, hanem egy, egy olyan karakterhez, aki, aki akár te is lehetnél, hogyha felhúzod ezt a fehér ja, nem Bárki nem. lehet. Figyel, ha fölveszed ezt a fehér maszkot, akár te is lehetnél. Van ilyen, hogy ilyen koncepció, nem tudom, hogy valaki más um, fog a fehér belebújni? Egyébként ez még eddig így nem fordult meg a fejünkbe, de... Lehet, hogy egyszer ilyen iszterekként majd valahol bedobjuk. Vagy mindenki lesz, mag csak rajtad nem az lenne a legmenőbb egyébként. Hát. Figyelj, a klippekben amúgy mindenki más fekete maszkban volt eddig, az eddig megjelent klippekben, amíg be nem jöttek az a, ezek a politikus állarcok. És komfortosan érzed magad? Nagyon benne. nem. Figyelj, az életem leges, legnagyobb hülyesége az volt egyébként, hogy én ezt kitaláltam. Ö, a művészi élet, de nehéz hogy a művészek mondjam, sorsa. Nagyon-nagyon nehezen kapni benne levegőt bárhol is, nagyon szarul látni belőle bármit is, a másik az, hogy büdös is, de mindegy, egyébként nagyon-nagyon jó, mert amúgy meg a képeken tök jól tud kinézni. A kedvencem az, mikor úgy szájba veri magát mikrofonnal, hogy bevérzik, és akkor itt a szája helyén egy ilyen hatalmas... Az mikor történt? Hát igen, a, ez az... a minden más a legtöbb koncerten koncert. koncert, <laughs> ez, egyébként, Ez rendszeres. Tehát eleinte ugye még kettő volt a fejeden, kettő ilyen... Most svékonyabb. is duplán van, igen. Most is duplán Aha. Csak so... már trükkös vagyok. Hát Meg jó. volt ilyen verziója is. Tehát... Igen, ez egy ilyen, uh, akkori, ez egy Dunaszerdahelyi koncertünkön volt, uh, és. Uh, Szegény Matyi. És gyakran. <laughs> <laughs> Igen. Hát, és most gyök... mi, mi, mi miért Matyi? Vagy, hogy ki ez, a oh, ma... az, ez, ez egy másik sztori, <laughs> ez egy másik csak erről a helyről. mindig eszünkbe jut, hogy volt egy kis atrocitás ott a parkolóban, amikor már. hát vége lett a koncertnek, szerintem olyan 10 óra körül, és olyan. És élvél, a helyi körül, és akkor volt ott egy csávót, akit úgy kiütöttek, hogy. Nagyon. hogy egy három métert repült, repült szegény, igen, aztán a földről, hívták És előtte is. tök jó dumáltunk vele, aztán próbáltuk fölmosdatni a földről szegény, de... És azóta remély, a Duna, a akkor, akkor szegény Matyi mit kapott? Igen, azóta ez, ez ilyen Innen is szálló, igen. Szóval ez, ez akkor egy ilyen... Ez egy ilyen, Ne, hát ez egy ilyen próbaverziós szitu volt. Ez is a Gáborunk ötlete volt, úgyhogy próbáljuk már meg ezt. Egyébként százszor jobban szerettem, tök jó volt kilátni belőle, és tök jó volt levegőt kapni, annak érdekében nagyon meleg volt, de ö, az a helyzet, hogy számomra ez viszont túlságosan 12-1 tucat. És ö, bármennyire mondok magamnak ellent, ö, nem szerettem. Tehát szerettem, de mégsem. De már itt mondhat, a Gábor nevét, tehát hogy alapból nem volt ez a maszk, tehát hogy jött ez a nem, ez, 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 akkor ő mondta, hogy vegyek már fel egy símaszkot, most, hogy most nem, viszonylag nem hazai oh, pályán vagyunk. Valaki nem, úgy az az árpító volt, a, a gitárosától ja, volt ez a maszk. de, eh, képen eh, de előtte ezek. akkor maszk nélkül tolt. Nem, 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 nem a, előtte nem. ez a, ez a klasszik fehér maszk, vagy a, klasszik, tehát amit most is hordok. Hát már klasszik. Egy csőpója egyébként, igen. És akkor mondta, hogy vegyek már fel egy ilyen símaszkot, mondom, mi baj lehet, most tudja hazai pályán vagyunk, kvázi, akkor Senki nyomjuk meg. Volt. Van bizonyíték róla itt a fotó. Ja, egyébként tényleg. tényleg, tehát ö, sokaknak bejött akkor, amúgy sokan dicsérték, körülbelül ugyanolyan számban mondták, hogy az előző jobb, mert sokkal jobban bírták azt a koncepciót, hogy Csapival, Kapucnival, mit tudom én, ö, én magam is jobban szeretem ezt a fekete-fehér kontrasztos ö, kinézetet. Valószínűleg... A Fengsúly A yang, alap, feng shui szerint lőttem be egyébként a ruházatot, igen Amúgy szerintem biztos, hogy fog valamennyit változni majd a ruházkodás az évek folyamán. Terve de, van. de egyenlőre még. A mörcsnek tagja lesz, vagy az új Lesz új... egyébként majd ilyen mörcsünk is, amint el fog készülni. Ilyen. Amúgy a mörcs, Ú, de... tehát ilyen szintű mörcsöt amúgy nagyon kevés zenekarnál látni. Tehát ez amúgy kinek a, az ötlet, hogy ilyesfajta szintű, meg minőségű mörcsötök legyen. Mármint a mennyiségre gondolsz? Minős, vagy... inkább a minimis. Hát amúgy a, a repertoár, és tehát ugye a kazet, majd mutatok kazettátok, kezd bakelitig itt van a képregény előttem, hogy, hogy nem feltétlen kell ennyi minden, de amúgy tök jó, hogy van. Ez hát ez szerintem nem, ez, nem ez nem igazából, hogyha ha csak magamból indulok ki, én saját magam is szeretem a változatos mörcsöket. Én imádtam a, például, a, a, hogy a, a, a panterának exklu volt a 30 féle póló mintája. Jaj például. Vagy imádtam azt, hogy amikor, amikor elmentem egy, egy, nem is tudom, most csak egy, egy kis koncertre, érted? Egy kisgyerekként, és akkor leálltam a merchpult előtt, nyilván sose kaptam semmit. Drága volt. <laughs> Mert rohadt drága, drága volt. volt. És ott volt 40 féle póló, mint és akkor tudod, végig szemezgetted mindent, vagy amikor kim voltam Novarokon, és ott akkor aztán izé a százezer fellépő zenekarnak az összes tudsz ott van, és úristen. Tehát euh, én ezt, ezt tökre értem. Ez a te kattanásod, és ez így átragadt a, a A Gábor hasonlóan gondolkodik egyébként, tehát ő is, ő, a, a, úgy nagyjából a, a mörcs ötleteléseket is mindig ő hozza, illetve hát jó, figyelj, művész, rálátása van a dolgokra. Ez ennyi. Tehát én, én ha megfeszülnék, se tudnék egyébként ennyi. ennyi. Valami különleges, az a lényeg, hogy ne, ne ugyanaz a sabló legyen, hogy most akkor póló, mindenből hosszú jó, oké, okay, egy-két pulcsi, akkor akkor utána jött a gatya hogy hogy legyen már egy kicsit kicsit másabb mint ami, ami de szokott de lenni. De rengeteg minden van, és ebben azért van munka, tehát én is most kezembe foghatom a CD-teket, amiket hoztatok nekem, itt van a sörötök, tehát azért... Hozhatunk volna egy csomó minden mást is, ha lenne, csak most éppen készlet hiányos, ja, várjuk a következő szállítványt. De, 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 tényleg amúgy komolyan. ez mi, volt, mi volt az első mörcs, hogy emlékeztek? Persze, és... az mai napig, ez a Bednár Lacinak, a Lahár volt egy, egy, nem tudom, hogy festménynek lehet ezt mondani, egy, egy grafikája, Uh, ahol gyakorlatilag nem tudom, hogy erről majd tudunk képet mutatni, de hogyha nem is, akkor kicsit körbeírom. Uh, gyakorlatilag egy föl, a, tehát a bolygót, a Földet ölelte körül három alak, a, és ez a három alak a vallást, a pénzt és a háborút jelképezte, uh, ahogy falatoznak éppen a Földből, és ez annyira megtetszett, uh, ez a minta, illetve talán azt, hiszem, hogy talán ezt is a Gábor mutatta nekem, hogy, mert ugye ő már a Bednár Lacival előtte már, már dolgozott, azt hiszem, és, és, mutatta, hogy figyelj, nézzél már körül ezek között a minták között, is. ez annyira megtetszett, hogy ebből lett, ebből lett aztán az első póló minta. Azóta is egyébként az embereket csomószor megkeresnek, hogy azt a mintát azt, azt kapnie, vagy lesz-e utángyártásban, úgyhogy lehet, hogy át kell gondolni. Az utána volt egy, egy ilyen cyber ördögös mintánk, utána volt a sima logós, a team Luciferes, a szavakerejés, a most a képregény mintás, a... Jó, maradj, akkor mondtad, a, képregény, a képregény. ötlete az, az nem sok közelkárnak van képregénye. Ö, a képregény ötlete az talán tavaly, tavaly, tavaly ősszel pattant ki még az én agyamból, de most nem tudom, hogy előtte már erről beszélhettünk -e, de azt tudom, hogy, hogy valahogy én indítottam el ott azt a, azt a dolgot, és ugye a, aztán végül is végül is a zenekar rákapott, de most á, már nem, nem, nem akarok nagyon csapongani az időbe, de azt tudom, hogy ott több hónap ment rá arra, hogy grafikust keressünk, és, és igazából ott a Jacsó Mikit, amikor megtaláltuk, őt is a a keresztül egyébként, tehát ott, ott a, a fish management segített hozzá, illetve hát a Krisztián, hogy, hogy, figyelj, ő nekik tökre bejöttek a mintáját, tehát egy kicsit ilyen képregényes jelleggel csinálta a, a mi Aztán ugye megkerestem, eléggé időhiányos volt a helyzet, mert ugye az áprilisi öt éves szünnapi bulinkra meg kellett jelenjen, hát nyilván most, hogy bármennyire is rövid egyébként ez a képregény, ettől függetlenül millió munka van benne, főleg... Hát, nagyon, ilyen... nagyon vagány, nyolc oldalas tehát, Jó, ez egy prológus, tehát az egész sztorinak, ami majd ugye folytatásban majd előbb-utóbb fog következni, ez annak a fel levezető uh, sztória pár oldalban. Ez uh, gyakorlatilag egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen bónusz értett. Tehát, uh, mint ahogy mondtad is, nem sok zenekar kóperál képregényekkel, és, és szerintünk is egy tök menő dolog volt, hogy hogy ezt, ezt létre tudtuk hozni, így a Mikék által, úgyhogy ezúttal is köszönjük nekik, uh, irgalmatlan munkát raktak bele. Rettentő sok uh, verzión mentünk keresztül, mire elnyerte a végső formát, és szintén egyébként uh, a Gáborunknak a, az ötletelés és kitartásának köszönhető az, hogy, hogy ezt a formáját nyerte el a, a végső design Gyakorlatilag az ötlet maga az tőlem pattant ki, és a, a, az, az, egész sztori, meg úgy a szövegeket, ezt, ezt ővel együtt, meg aztán talán ott, kollektívan ültünk a terembe, és ah, együtt az úgy, úgy írogattuk össze. Úgyhogy egyébként ilyen szempontból ez megint egy ilyen kollektív jelleg volt, tehát úgy underground összefogás. Ugye általában most az ötletgazda, az sok, sok esetben a Gábor, hát ugye az esetek többségében, meg ugye tőled tőle indul, bolyam. és ugye igazából ez a végén mindig meg van beszélve, tehát nincs az, hogy most egy ember, talál, egy ember találta ki, de ugye az összességében ez benne van mindenkinek egy kicsit az ötlete vagy, vagy, vagy hogy, vagy hogy, hogy ő Ez hogy így így, el. így elmondható a sörről is, tehát mondjuk, vagy a kazettátok, bocsánat, de minek kazetta? Az, az a, a legmenőbb dolog a világ. A kazetta azért. az a világ legnagyobb királysága. Mert színű kazetta? Nem, Versze, nem tudtam hozni sajnos kazettát van, neked A narancságából csak öt darab készült, mivel az volt az utolsó öt a gyártónak, és ezt megtartotta a zenekar önkényesen magának. Persze, hogy narancságát szerettünk volna dicső pártunk és kormányunk után mindenkinek odaadni. Ez ez is egy 50 darabos limitált, mindenből szeretjük a limitált cuccokat. Amúgy... Erre gondot, hogy ebben van 50 Így vagy? van egész, egész pontosan. Hát illetve már csak volt, mert tudtam tudtom, a mindegyik gazdára talált. Talán még a Drinking Beer in Bandanás Bélánál van még talán egy vagy két darab. de a, a kiadónknál sincsen már, tudtam na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy, hogy mindenből szeretjük ezt a limitált példányszámot, mert egyrészt még mindig underground közeg vagyunk, és ennek ebbe a közegbe szerintem van létjogosultsága és van foganatja. Én is sokkal jobban szerettem azt, amikor, amikor megveszek egy zenekartól egy, egy olyan cuccot, ami sorszámozott, és akkor tudom, hogy a 25-ös az az enyém, vagy hogyha kiválasztom a 33-as, mert az a kedvenc számom, és van is erre a lehetőségem, akkor, akkor az, az, az enyém, és akkor az, az csak nekem van, ez, 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 egy tök király dolog. Nem véletlenül csinálják egyébként egyre többször. De van, tehát azért ezt az nem kerülhetjük meg, hogy ezt azért kitalálni, meg megcsinálni, megrendenni, Figyelj, pakolni, ez, ez az, 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 egész, zenekarozás egy brutál munka. Én nem is tudom, hogy hogyan tudják emberek család mellett csinálni ezt az egészet, vagy jólban és komolyabban futó zenekarok mindezt család mellett csinálni. Biztos meg van me me olyan menedzsment, háttér emberek. De nem mindenhol. Tehát figyelj, azért, azért, azért a magunk szintjén maradva azért egy csomó más olyan zenekar van, aki, aki hasonlóan próbál pörögni, vagy vagyunk nálunknál ismertebb zenekarok de nem feltétlenül dolgoznak komolyabb menedzsmenttel, vagy komolyabb bookinggal, vagy valami. Biztos megvan mindenkinek a háttere, de hogy nekünk, már illetve inkább azt mondanám, hogy nekem ez nagyon nehezen megy, és nagyon sok idő ráfordítással, ez tényleg is való. De van látszatja, de tényleg, hogy ennyi mindent. Egyébként círműség, tök de... jó, hogy azt mondod, hogy van látszatja igazából, mert ugye mi a visszajelzések alapján uh, csinálunk bármit is, hogyha látjuk, hogy működik. Én egyébként. Hát nem rá... porfogók, meg nem azt de, felját, de nem, is, de, nem is, azt akartam ebből mondani, hanem azt, hogy, hogy én egyébként tökre úgy érzem, hogy egy csomószor uh, egy helyben állunk, és már történhetne valami új. De egyébként meg a közönség ezt egy csomó esetben nem így veszi le. Tehát azt, amit én kapok visszajelzés bármilyen koncerten, azt, az, 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 alapján azt tudom leszűrni, hogy, hogy, ők tök elégedettek a produktum mennyiségével, minőségével, és azt, amit, amit kapnak mindig ez, tehát azért mondom, hogy ez, ez talán így, így, a személyes hülyeségem vagy agymenésem az, hogy mindig úgy érzem, hogy fú, basszus, most kijött a képregény, most akkor gyorsan ki kéne hozni egy sört, vagy akkor most már gyorsan ki kéne hozni egy társasjátékot. Nyilván egyébként volt társasjátékot lettünk is, ami nyilván, még mindig nincs nyilván. elvetve, előbb-utóbb lesz. Igen. De amúgy a, a Gábor is egy csomószor pörög ö, olyan dolgokon, hogy, hogy mit lehetne csinálni. Tehát volt neki már ötletébe kollapsör, érted? Ö, tehát ilyen És a sör? Tehát most pont ja, Sörről van fotó, tehát erről mm. beszéltük, van-e van -e fotó, vagy nincs. Ez itt yeah. van most a jelenleg is a kezemben. Igen, hogy ez, ez a med scientist a... Ez a második a... sörről, tök mutatok az első sör. Ugye jól van, ez a második sör? Ez sörről. a második, így van, így van, van. van. Nem a shogun, hanem a, nem a ninja, mi van? Mi uh, ne, shogun volt, a shogun volt, ez shogun a kingslayer, a királyölő. Ez a legújabb. De, de... Hogy, de, hogy, sör, minek sör? Nem úgy, hogy minek figyelj, sör, szépen, sör. De, de, egyrészt, mert bub, másrészt, mert imádjuk a sört. De ez legább. nem ponyolult így azért ezt összehozni? Hmm, hogy na, figyelj, legyen, ez hogy nem ezen nehezebb, ezen. mint, mint összehozni egy, képregényt egyébként, vagy, vagy megcsináltatni egy póló mintát, vagy bármi. Um, az, vagy az egy, egy próbát leegyeztetni. Ja, mondjuk az... <laughs> Tényleg ugyanaz a szín? ugyan, totál figyelj, az. Egyébként majd, hogy nem. <laughs> Főleg a baby boom óta. De amúgy me, várj, ne, ne rohanjunk el. Tehát igazából a, az első sör ötlete már fogalmam sincs, hogy honnan jött. Hát keresem közben, akkor Nem a Nem lennék meglepve, ha azt is a, a Gábor találta volna neki akkor. De egyébként, igen, ő a sógun. Szóval, most megint, így a kép el, elvitte. a Az fogalmat. első sör ötletről volt szó. Igen, já, már igen. És já, már aztán kaptam a, a kontaktot, mondom, helybe kéne főzetni. Tudom már, összeállt, összeállt. Vícslónak lett először sör -e? téne, persze, mert téne. a majorékkal főzetett a gázon. azért, hát igen. a haverjaink ez, csináltak Ez, Ezért kell, hogy nem vagy itt G, mert elveszünk. És ő, ők, ők nyomták rá a cetlit, mindent, ők maguk csinálták a sört, palackozták, vették az üres palackot, kis de ugye, Hány darab sör az? De ugye ez nem volt hivatalos, tehát ez, ez a... Ez, ez a, csak így a haveroknak Ez, ez így, így, a, így a haveroknak ment, és így így osztogatták koncerteken. És, és így, nagyon így, fasz a sör volt? Ö, figyelj, a majortesók, személyes barátaik nagyon-nagyon jó sört csinálnak, úgyhogy, de most ez nem a reklám helye de itt. jó ja, Mindegy tartsák meg maguknak, mint nekünk, az a lényeg. Másnak Többet is ebben... meg, mint amennyit adnak másoknak. az mondjuk ez ebben a formában igaz. Szóval mi ebből gondoltunk egy ilyen nagyobbat, hogy akkor keresünk már meg egy normális, vagy normális, egy, egy nagyobb főzdét, egy hogy... Aki, aki tud nagyobb mennyiségben is előállítani, és akkor ők voltak a borslacék, akik aztán így, a, a sógunt megfőzték, illetve nekik ez már egy főzött volt, csak nem promózták annyira, és ugye nagyon meg tetszett nekem ez, a, ez az ipa jellegű ilyen citrusos üdekomló sör, a mintát, azt, azt mi csináltuk hozzá címkét, és aztán onnantól fogva legyártásra került, és elkezdtük nyomni. És ugye idén gondoltunk még egyel nagyobbat, és akkor meg ugye mert a, mert a cég, ők egy viszonylag egy kis sörmanufaktúra ott győrzámoljon, és akkor mondom, akkor lépjünk egyen nagyobbat, hogyha már egyébként a Medvillen adtuk a, az ötödik születésnapi koncertet, akkor keresjük már meg a Mad ugye akik ezt, ezt, az egészet ott vitték, hogy csinálnak már nekünk egy limitált 500 darabos sört a, 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 fesztiválra. Ez sajnos ilyen mindenféle jogi dolgok véget, aztán mégis nem jött össze időre, de rá egy hónapra egyébként elkészült, úgyhogy tudtam, ma már csak ilyen 70-80 darabban ja, belőle. Sajném. Úgyhogy úgy, tök jól vették az emberek, és imádták, és ez ezúton is köszi a marcéknak, hogy ezt legyártották. Hát meg milyen érzés, amúgy ezeket így be kezetekbe mert Oké, van egy zenek, az is már tök jó az emberek, van egy zenekar, a a zenekar, hogy ilyen söröt söreitek vannak hozzá, ilyen cuccok, képregény, azért ezek ilyen, nem, nem tudom, mérföldkövek, vagy tök jó is magatok, ezt is elértük, hogy ezeket, hogy fogjátok fel magatoknak? Fú. Erre most válaszolj te. Én válaszoljak rá. Hát... Ha nem tudsz, akkor válaszolok én. Teljesen mindegy. Szóval, <sítható> akkor ne válaszolj. Pedig <sítható> <A front -hink sítható> csak be... egy levegőt vettem. Kár volt. Tarts magadba. Figyelj, gyakorlatilag mi ezt, vagy legalábbis én, nem mérföldkőnek fogom fel. Én fröccsös az... vagyok amúgy. Hát, ott még a mindig létezik. De nem is az a ez, ez egy plusz, egy, ez egy bónusz, ez egy extra. Szerintem egy ez egy, az... egy, kis apró valami, ami... Az ázsiai, ezt ez tök menővé teszi, hogyha ilyen kis apróságot tudsz uh, szolgáltatni a, a, hallgatóidnak, tudod, vagy azoknak az embereknek, akik, akik követnek, vagy szeretnek téged. És uh, nem mellestek egyébként, meg tök jó a portéka, tehát uh, ez így, így... Nem az, az van, hogy szart akarunk eladni, mondjuk a mit ez ezzel vagy a vagy vagy fordítva, de. Hát, ugye, én a munkát azt nagyon láttam rajta, tehát most tényleg itt a sört, egy, egy fekete doboz, aki ki van találva, tehát ezek Ezek van. egyébként, tehát ott a, ott a címke, az az szintén, amikinek az érdeme, én talán csak a logót tettem rá, meg a feliratot. a fekete doboz az a főzde érdeme, tehát itt igazából ez a megint az egész a, a, közösségnek az építő ereje, hogy így mondhatom, hogy, hogy, mindenki a maximumot akarja kihozni belőle, bárkivel is dolgozunk együtt. Tehát legyen szó itt a CD-ről, a, a, bármilyen, a borítóról, ugye arról még nem is esett szó, hogy a szavak a borítóját, ugye uh, Main csinálta a Fülöp Viktor, hogy, uh, hogy, ő mennyi munkát tett akkor bele, a, hogy, hogy, hogy ez, a, ez, az utolsó vacsora jelenet, ez így uh, létrejöhessen tehát igazából bárkivel dolgoztunk eddig így, és lett egy, egy termék, vagy egy produktum belőle, a, ott azt mondhatom, hogy mindenki 110%-ot, minimum 110%-ot Ha a ebben. produktum szót szóval használom, hogy tök, hogy magát, az, hogy ez távolról, tehát kívülállóként nézitek a berzebubot, vagy ez tényleg egy művészi produkció, vagy, vagy tényleg egy minél nagyobb, minél szebb, minél komplexebb koncepció valósuljon meg ebben, akár az albumokban, akár a mörcsben. Ez egy szócső ez a zenekar. Ez egy, ez egy üzenetet közvetítő formáció, uh... Akik, szerintem ezt nyilatkozhatom a többi tag nevében is, hogy akik akarnak valamit átadni, a hallgatóságnak, hogy mondjuk így, akár zeneileg, akár szövegileg, de tudnak azonosulni azzal az egész mondandóval, hogy mi nem szeretnénk, hogy minket mindenképpen bekategorizáljanak egyetlen kis buborékba, de mondjuk el a véleményünket arról a szarról, ami egyébként jelenleg a világban, vagy azon belül az országban van. Tehát nem akarunk milyen, akármilyen utolsó utáni lipsinek beállított szélsőség lenni, tehát ezért is Figyelünk egyébként arra, be vagyunk nyilván, mert a. Ez így kommentek vagyunk, a a kommentekben. Nem, az, az a baj. Nem, a magyar, koncert után ilyen nincs. A, a, koncert, a koncerteknek a célközönségnek szólunk. Tehát online térben van az, hogy, hogy be tudnak támadni, mert nyilván. De hát me, imád, mennyire, imád, mennyire, mennyire van leredukálva amúgy is a magyar társadalomnak az értelmi szintje sokszor a gondolkodásmódban? Sajnos. Gyakorlatilag két bitre, tehát a igen vagy nemre vagy ez, vagy az, és nincs, nincs középút. Én ezért szoktam egyébként sokszor mondani koncerteken dalok közben, hogy a, a nem létező közép utolsó barikádján vagyunk az utolsó renegát érted jó formán rajtunk kívül egy pár ilyen képviselővel együtt. Képviselő, hú, ezt a szót nem is akartam használni. Hát, de már most, <laughs> most már minden. Köszönjük szépen. Szóval, tehát pontosan azért, mert, mert azt látom én is mind úgy az országon belül, hogy, hogy csak szélsőségek között csodródunk, érted? Tehát, és ez számomra annyira szomorú, hogy bárkivel beszélgetek, aki egy kicsit mondjuk másképp látja a világot, az, az úgy látja, hogy vagy ez, vagy az is. És, 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 nincsen, már, nincsen már középréteg, érted? Ilyen szempontból gondolkodásilag. És ezáltal vagyunk mi is bekategorizálva, mivel nagyja részt a kormány szígyuk, és az ellenzék az pontosan annyit van érintve a szövegekbe, amennyit egyébként a, a, a politikai jelenlétük megkíván, a zéroval egyenlő, hogy, hogy ezáltal nyilván bekategorizálnak, de szeretném egyébként, hogyha, hogyha ez mindenkinek tiszta lenne, hogy mi összességében az egész politikai réteget akasztanánk fel az első fára. De nem csak ti gondolkoztok itt, tehát akár mondjuk nem tudom, ha a Krúbi azt mondta, hogy úgy csináljuk már valamit közösen, közösen, akkor így erre pedig nyitottak lenni. Krúbit egyébként megkerestük, uh, annó ez talán két éve volt. Hú, ez hogy csak itt hangzik egy el. Na, mit mondott, ha, nem, tudjuk, nem, 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 nem tudjuk, mert a menedzsmenttel kommunikáltunk, és ő nem vállalta akkor a, a, a fitet, mert kapacitás hiánya volt, legalábbis erre volt a, a, akkor hivatkozva. Lehet, hogy ez azóta egyébként megváltozott, de nekem még mindig van egy olyan tervem, amúgy, hogyha egyszer túl leszünk a jelenlegi dalszerző időszakom. Azt a, a válságot mondasz, de nem. Nem, nem, azért azért Azon az... Azon már túl vagyunk. Nem, majd, figyelj... Témák dögivel vannak, csak össze kell rakni. Hát ez az. Meg ugye idő több időt kéne tudnunk rászánni, csak hát ez... Jó, akkor mikor lesz az új album? Mikor lesz kész? Uh, uh, EP -e ad, vagy az ah, ne, 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 majd... Ah, kész lesz, amikor elkészül egyébként. Yeah. Ja, mert ja, hát ez nagyon poli... Hogy mondtad, nagyon képviselős Nagyon vagy? képviselős vagyok, igen, igen. Képviselem a demagógiánkat, igen. Nem, szóval el fog készülni valamikor. Remélhetőleg minél hamarabb. Igazából már kész van, de még alakítunk rajta. Igen. Filmi, a, maximali, a, maximalizmus. Igen, köszönöm. Ezt akartam. Nyilván. Uh, természetesen. A igen. Abszolút. Nem, figyelj, egyébként uh, Krubi amúgy, amit most így fölvett, így kicsit az nekem túl alpár lett egyébként uh, sokszor a megnyilvánulása. Annak egy hogy teljesen tisztelem a munkásságát, és tökre bejött. Egész idáig. Uh, most egy kicsit úgy érzem, hogy egyébként egy kicsit túl, túl így a alpáriságban a dolgokon. Tehát így a szóhasználatban legalábbis. Hát már lehet, hogy ő is feszegető Valószínűleg, ugye, annyira... ezt ez föl lehet fogni egyfajta művészetként is, ez az én szubjektív véleményem, hogy nekem ez egy kicsi csok, de mint látjuk, működik, tehát azért a, a hallgatottság ez pont az elején. Ti amúgy meglepődtetek, az... hogy tényleg ennyire betalálta, ennyire érdekes az embereket az, hogy mondjuk egy egy fiunk, közülünk valói megmondja, nem vagyok meglepve, igazából én azon csodálkozom, hogy nem szólaltak még fel többen a nevesebb előadók között, akár vagy, vagy nevesebb művészek, vagy bárki a, úgy a rendszernek az a elbaszottsága ellen értett, tehát ezt, ezt nem tudom máshogy mondani. Igazából annyira nyilvánvaló problémákkal küzdünk nap, mint nap, társadalmilag, hogy, hogy én nem is értem, hogy még mindig hogyan lehet e ekkora csöndebb az egészbe. Tehát hiába van most itt egyre, egyre több társadalomkritikus zenekar, vagy előadó. Azt úgy látod, hogy egyre több? Én a... úgy gondolom, hogy szövegileg egyre többen érintik ezt. És ö, mind úgy a kis ö, előadók is, lehet, hogy nem ennyire direktem, mint mondjuk mi, vagy akár most a Krúbit, hogyha említjük, vagy, vagy nem, nem, nem tudom most hirtelen párat, de lehet, hogy kicsit, kicsit, kicsit burkoltabban, ki, de, de ettől függetlenül re, jelen van a rendszerkritika, és ez, szerintem ez, ez egyre több most, hogy ez, ez jelenleg, ez divatos lett -e, vagy nem. Az nem baj, hogy ez divat, hogy egy uh, te... már a komfortzónáját ez megugorja, meg nem érdekli, meg már valahogy a saját. Nem, csak tudom, nem, hogy hogy erre forduljon egyébként, tehát ebbe az is benne van, hogy túl sokan kezdik el hallgatni, akkor egy, vagy túl sokan kezdik el ezt, a, ezt az előadási formát választani, mondjuk akár, vagy mit tőlem, én a, most a Bongor neve jutott eszembe, aki szintén eléggé elkezdett rendszerkritikus lenni, hogy, hogy utána az inger küszöbnek itt lesz az origója, érted? És akkor utána, és utána hova, természetes hova lesz, mész, de igazából ugyanott lesz. És, és ugyanott leszünk, tehát a, a rendszernek a, a fő problémáját nem fogod tudni eltakarítani a helyről. Hát itt szeretnétek, amúgy valamilyen szinten, nem tudom, valami, mondjuk két farkúakkal bármit, mondjuk mentek hozzájuk, nem passzivistáskodni, vagy... Nem terveztem ilyet, tehát az a helyzet, hogy nálunk, mivel a szövegekben is, én úgy gondolom, hogy minden politikai oldal és a legtöbb politikai párt is mind érintve volt, és mindenkinek a, a, a hibája az pelengére volt állítva. És, és én úgy gondolom, hogy nekünk nem szabad kötődnünk semmiféle politikai párthoz vagy csoportosuláshoz. A két farkúnak voltunk tavaly egy rendezvényén Óváron, és uh, én azt gondolom, hogy az volt az első és utolsónk. Nem biztos, de, de addig, amíg, amíg a, a két farkó nem volt párt, vagy illetve most még most sem párt, de, de, de nyilván akkor is azért vállaltuk el, mert, mert nem pártként uh, működtek, hanem csak egy ilyen politikai passzivista mozgalomként, érted? Hogy, hogy oké, okay, akkor, akkor ez belefér, de egyébként én, én személy szerint mindenképpen szeretnék elhatárolódni bármiféle uh, politikai csoportoslástól, megnyilván... tehát olyan fajta megnyilvánulástól, ami ami bármi párthoz kötődik. Ez főleg ez a koncert igazából csak azért lett elvállalva, szerintem, mert. Tehát a, a pénzt szülő... a adtak érte az. Na, Soros pénz. Ja, igen. <laughs> tehát a szülővárosunkban, hát nem tudom, a zenekar alakulása óta. Hát nem, nem igazán tudtunk egyébként hát, játszani, kettő valóban. Tehát maximum. az első két Ennek koncert. Mi a Megszűntek a nem, nem, helyek. Nem, hol nincs hol? Tehát ez is a konkrétan a Dunaparton volt egy ilyen betonpódiumon. Jó színpad, de hát ott szokott lenni a nyárzáró, de, de... A városi e... rendezvényeken kívül ott nagyon más nem tudom. ezért kell ebből a kis foglatházból akkor koncert helyet csinálni, hogy akkor valami Több legyen között. már? között, igen. igen. Egyébként ez is benne van. Tehát az, hogy nyilván ott a, ott a befogadó képesség az limitált, és ezért nem is szeretnénk ezt ezt nagyon úgy mit tudom én... Promotálni. Promo mondjuk így, igen. Úgyhogy lehet, hogy nem is szabadna erről beszélni ja, itt. Szerintem a rendőrséget rátok hívhatják körülbelül? Tehát, mondjuk túl hangosak vagytok decibelben, akkor... Hmm, szerintem ott ez már megtörtént volna. A hogyha... rendőrséget bárkire rá lehet hívni. Én nem gondolom, hogy ott a lakosság ezt, vagy hát a környező lakók ezt... Befogadók, ezt és ez a fiatal a környék is igazából meg. Hát tartani. eddig nem volt rá példa, hogy bárkit zavartunk volna. Már van. voltak ott azért elég kemény mulik. Meg is. Több napos is. Sokkal. Ja, de egyébként összességében a, a Móvári klub élet az, az jelenleg... Így zajlik. Az, az, hát azt mondhatni, igen. Volt egy nagyon jó faházunk, után illetve előtte, illetve ezzel párhuzamosan volt egy gazdászklubunk. Ja. Sajnos mind a kettő földbe állt. Pontosok a, a mai napig nem tudjuk. De Hát reméljük, hogy lesz valami, de... Szerintem És jelenleg most egyébként óváron nem is tudunk olyan helyet mondani, ahol, ahol egy hozzánk hasonló underground előadó egy normális körülmények között tudna a koncertet tartani, tehát nincs olyan jellegű kuplunk, mint mit tudom én, a, a Fehérvári 8-as műhely, vagy a Dunai Vársi Kaptár, vagy mit tudom én, a, tehát ilyen, ilyen underground helyeket mondjak, vagy a Veszprémi Terem például. Nincs, nincs, tehát nincs ilyen jellegünk, semmi ahogy néztem ugye a, a, nyaratokat azért így, tényleg májusban, júniusban, júliusban és augusztusban is felléptek, hogy így, ha nézzük, tényleg voltak Orfűn, a Toxic Weekenden, Esztergomban, a Kilde, Moskitoson, hogy jó, jó nyarat zártatok, á, ahova akartatok, eljutottatok, el tudtatok jutni, mennyire nehéz így családapaként így a koncertezés, hogy ezekbe alvassatok bele minket. Hú, a, ez sok kérdés volt egyszerre. Egyébként ö, a nyarat elég szarú zártuk, mert ö, a dorogi bulit nem tudtuk megtartani, mert... Ö, mert kiütött a Covid engem személy szerint, sajnos, újra. Örülünk, hogy jól vagy. Igen, most már ez két hetes, több mint két hetes sztori, úgyhogy most már minden rendben. Pedig már nincs Covid vagy, vagy akkor ez most mi volt? Ez a Covid volt. Covid. Ja. Ö, teljesen mindegy. Szóval ezt nem tudtuk, nem tudtuk így megtartani. De amúgy a nyarang azt, azt, mondhatom, hogy az, 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 teljesen korrekt volt. A saját szintünkön én azt gondolom, hogy viszonylag sok koncertünk is van. Sokszor így, hogy válaszoljak a családapás kérdésre, de ez túl sok. megterhelő is, igen, tehát... Ha a család hallgat, még köszönjük szépen, hogy támogatjátok hozzá a, a, a legtámogatóbb feleségem az nekem van, én ezt bárki előtt ezt kimenem jelenteni, és ez nem szimpla segnyolás, hanem hanem tényleg ezt ezt őszintén mondom, hogy ha ő nem így állna hozzá, akkor én két gyerkőc, mert nem tudnám ezt így csinálni. És ahogy. Mi se tudnánk akkor csinálni igazából, tehát... Ha... Jé, ennyire rám épül az egész? Te találtad ki. Mi hát Rá kell jönni Bécs, hogy ezt oh, kiderüljön. Köszönöm szépen. Majd ezt is kívánjuk. Egész meghatottál. Ja, ezt majd vágjuk, De itt köszönöm. a ez, amit tök jó, hogy felsorolni, hogy Medvél és csomó minden volt, hogy azért ebben Pécs, tehát sokféle járhatunk, de ebbe uh, idő, energia, azért ezt bele Pécs. kell adni, le kell szervezni, össze kell szervezni a csapattal, hogy az, vagy az a nézők, hallgatók, akik uh, laikusok, hogy hát oké, okay, az ember szeret zenélni, van egy tök jó bandája, de hát az, hogy a merch meg legyen, koncertre eljutni, levezetni, nincsen sofőrök, tehát hmm. ez mind. mind Figyelj, ebben ebbe az évek folyamán. Tehát most figye, én is úgy vagyok vele, hogy, hogy ez ezt aktívan zenélünk, vagy legalábbis mondjuk én személy szerint zenélek 2000, pfú, talán három vagy négy óta. A Gábor mondjuk még régebb óta, ugye ő életkorból adódóan, a srácok is régóta nyomják, tehát itt, itt minden egyes zenekarod, aki, ami előtte volt, az, az egy, az egy ugró deszka a végkifejlethez. És egyébként, figyelj, ezt a gyakorlatilag az országban egy csomó más hasonló zenekar is megoldja, lehet, hogy könnyebben, mert nincs olyan családi háttér, nincsenek olyan kötelezettségek, lehet, hogy még nehezebben, ők mondjuk kevésbé aktívak, de igazából ebbe, ebbe szerintem, hogyha ezt szívvel éleket csinálod, akkor erre tök hamar bele tud szokni. Annyi, hogy tényleg sok időt és energiát kíván, ami, amit elveszel más. Főleg jelenleg fontos. ez, ez a legnagyobb hát most ilyen jó, ami amióta... Ások, hogy hogy egyeztessük össze, hogy hogy jussunk oda, hányra érünk, hogy, hogy mikor induljunk otthon. Ugye, főleg ugye az dolgozó emberek is vagyunk, sajnos ugye, mert nem ebből élünk, ez a klasszik sablondó, amit el kell mondani. Ez amúgy nem tudom, mennyire, nem akarok az zsebetekbe turkét, de ez viszi a pénzt, hogy nullára ki tudjátok hozni, hogy nem, ez csak egy ilyen. Hát, bele, a teljesen vagy... demokratikus válasz az, hogy a nulla. Nincs. Hát, 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 hát a, nulla. de te te Tehát, igazából amennyi, amennyi plusz is egyébként. van ebből, az ugye adó. mind vissza van forgatva. Tehát abból, abból, vannak a sörök, abból vannak a, a mörcsök, a tervezések. Hát is... nincsen? Tehát mondjuk te valaki akar támogatni. De nem hát hogyha küldenek pénzt pénz pénz, postán, azt nagyon szívesen fogadjuk. Nem szeretek pénzt tarhányi egyébként. Nem tudod, van már kultúrát módja a Patreon csatorna. A Patreon az... Kp. Csak a kp. Az... ebbe. Az euró. Igen. Ha már kápi, a pénzetek is itt van, tehát ezt is hoztátok magatokat, ez a pénzötlet, lehet, meg lehet, lesz majd róla fotó, hogy ez is, ez már a buli, buliban, hogy kell ilyen is, e, Ez tudok? már nem is, nem is tudom, hogy honnan jött ez az ötlet, nem lennék meglepve, hogyha a Gábortól jött volna, de már nem tudom, tehát... Ö... Nem, én, én szerintem Na, ez itt van pont az Na, ennyi. Van egy bírzeuró szóró gánunk is, közpénztékozló gán, amivel... Jelenleg nincs meg. De képzeld, el, megtaláltam a busznak a, a tartójában. akkor a hiszti volt ebből is, hogy hol van. Hát jó, lehetett volna aliexpress valami Hát azért ennek már Tudod, tudod, milyen nehéz ilyet találni, öcsém, de tényleg, figyelj, az első... Amúgy a Nem, nem, teljesen. Én meg voltam rökönyödve, hogy nem találni ilyet, főleg pirosba. Uh, szóval. Nem, hát tényleg nem a fekete, a fekete-piros, fekete, ne, Nem, csak piros nem, nem. az igaz. Hát a fekete, hogy néz ki hát az őszkép? Nem találjátok a... meg a színpadon Minden mi? utolsó utáni Ő ember. amúgy se lát a színpadon, tehát azért olyan kellett, amit észrevesz. Ez egyébként igaz. Mondjuk nem volt választási szempont ez, de de amúgy meg teljesen király. Igen. És ö, aztán ugye itt az egésznek az volt a koncepciója, már nem is tudom, hogy ö, hogy akkor milyen politikai lépésre ö, hoztuk ezt, de valami inflációs baromság volt, gondolom megint, hogy Bár hát akkor bevezetjük készítünk. a saját pénzünket, hogy hát, ha érték, Ja, akkor volt talán ilyen, ilyen 400 fölötti az euró először. Akkor ugrott fel, igen. Igen. Így, és igen. ugye... Egy és ugye alatt, alatt ugye, ugye nagyon ugrott. Pontosan akkor gyorsan, akkor ki kell hoznunk saját fizetőeszközt. De hogy azért érjen is valami. És nyilván nem véletlenül került az 500-asra, uh, mert hát uh, akkor gyakorlatilag csak szerintem percek választották ott el a, a forintot. A fegyver, ott a Attól a fegyver. igen, láthatjátok a közpénztékozló csoda fegyvert. Igen. Gyakorlatilag akkor percek választották el a forintot, szerintem, hogy ne legyen 500 uh, határában, és akkor így, hát így bevezettük a saját valutánkat. Amivel aztán egyébként, hogyha koncerten összeszedtél utána, akkor a mörsfudló be tudtad váltani. Tényleg? Eh, ez eh, amúgy 500 forint kedvezményre. Pont, bocsánat, a két farkús bulim volt olyan, hogy ugye ott a, a két is van ilyen pénzük, hogy 5000-es, de ez két, hát azok a soros pénzek voltak. És ilyen. emlékszek rá, hogy a bogyó állt a mörzsbe, és akkor ott volt valaki fizetett egy ilyen 2000 esre ami ekte ugyanúgy néz ki, mint a 2000-es. És, és ugye abból adtál nekik vissza, és akkor nézz, nézzük ott a végén az elszámolásban, paszki. Mondom, mik ezek a pénzek itt mert és akkor ugye minuszba jött ki az egész, mert ezzel fizettek. Jó, hát ö, sötét volt, de jó is volt. Nem, én nem iszok. Is ja, nem, te nem. Nem, ez más téma, köszönöm Én, szépen, De, de ez, hogy volt ez a mörcse? Tehát, hogy ott valaki ezt felszedi a ez Igen, egyébként, tehát ez, ez, azt hiszem, hogy volt is ennek egy ilyen Facebook talán posztja vagy promója, nem is tudom már pontosan, de de Renglán, az, mert. hogy amit elszórunk a koncerten, ugye ja, mert volt a, talán a tavaly évvégi turnénk volt ez a közpénztékozó turné, és ott, ott a koncerteken úgy szórtunk be a, a koncert végén, ugye a Birse a pénzünkből, aztán, hogyha abból összeszedtél, és úgy gondoltad, hogy beváltod utána valami portékát, akkor annyival 500 forinttal olcsóban tudtál megvenni. De ez mennyi kest kellett összegyűjteni? Ez kifejezetten a... Mi? Micsoda? Ha egy egy, de, na, de, na az egy a darab, nem? Egy darabért 500 forint. Darab. Nyilván a ért. Part, eh, az a helyzet, hogy egy termékre egyet tudtál csak beváltani, tehát volt. azért nyilván eh, gazdasági kapitalista szemétmódszer, az nálunk is működik. És nyilván 500 forinttal drágább volt minden, mint ahogy... amúgy... Amúgy túlállásosan, igen. igen, igen meg... Hát jó, infláció követően. Nem semmi, nem semmi. És ez a kép, ez hol készült a kislányod? Hogy került fel a színpadra? Idei Toxic Weekend. Uh, igazából, hogyha valamilyen oknál fogva holnap vége kéne, hogy legyen a birzebubnak, vagy bármi, uh, soha többet nem zenélhetnék. Uh, igazából én azt gondolom, hogy számomra ez egy olyan csodálatos élmény volt, hogy, hogy én itt célba értem. Tehát az, hogy ott tudott lenni a kiscsajom, és, és, igazából föl tudtam vinni a színpadra úgy hogy, úgy, hogy, teljesen bevő volt a dolgokra, és utána milyen örömmel mesélt el az egészről, és utána az, hogy a nyakam bőve megnéztük a discharge-ot, számomra ez, 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 egy csodálatos élmény volt tényleg, tehát nem is akarok ebben ja, nagyon szentimentesen belemenni. Ér sírni, ér sírni. Igen, tehát... és azonnal potyognak a könnyeim, igen, úgyhogy majd otthon a feleségem. Nem véres voltam igazán. az, hanem könnyes. Vörös könnyek. Vörös könnyek voltak. Kommunista könnyeket hudojtottak. Na, ilyet nem mondunk rádióba? Tudod, de Na. ránk mondták, é, tudod. Ér, ja, igen, igen. Ér, igen. ér mindent, ér mindent. És akkor jó, láttuk, hogy mi volt. Már jártatok, hogy Esztergomtól kezdve Orfűn át, hogy mit láttok, mert már mennyire láttok előre? Autópályát szep főleg. Szeptember, október, november valamit, hogy hol lehetiteket <síns> elcsítni? Uh, lesz most egy közös turnénk a No Martyr kollektívos uh, zenekarokkal, ami a Divoidot, a Bipolarist és a Witch t foglalja magában rajtunk kívül. Oké, okay, közös fesztivál, turné, vagy uh, fesztivál? Uh, hát nem te ezt nem is tudom, minek hívják, koncertsorozat. Igazából hat koncertről van szó, ami így érinti Nyíregyházát, Szegedet, Fehérvár, Győrt, Budapestet, fú, nem, Dunajváros, nem is tudom. És akkor mindenki egy-egy órát, vagy 40 percet? Figyelj, uh, uh, nálunk uh, ilyen intenzív zenénél a 30-40 perc az bőségek kielégítő, és a közönség sem bír szerintem sokkal többet, legalábbis én, hogyha közönségben állok, akkor nem bírok többet hasonló zenekarokból, úgyhogy ez tök jól működik, ilyen fél órás szettekkel, operálva, ö, lenyomjuk a kis bulit, jól érezzük magunkat, együtt lógunk, úgyhogy én egyébként ezt a várom, ez most szeptember 30-án indul, aztán december 16-án végzünk a Győrben, a Bridge-ben. Nekem minden plusz információt majd úgyis a Facebook ah, oldalatok. Mindenki ott, van, a social médiában ott vagytok. Uh, mit lehet még ilyen merch, plusz cd bármi, ami most így már biztos, hogy meg fog történni, be lehet harangozni, már itt vagytok nyugodtan. Minden Figyuk, információban uh, most el. szerintem pillanatnyilag én idei évre már sokkal előrébb nem látok. Nagyon képregén, sok minden. Hát írtátok, hogy képregény Igen, le, igen. na, szóval Iger ha kérdezek, Iger mi sem Olyan jó, jó politikusok vagyunk, hogy bármit is megígérünk. Abból is kettőt. Bármilyen mennyiségbe, de nem feltétlenül tartjuk magunkat ahhoz, hogy Hát majd az, az utolsó pillanatban hogy miért is nem jött ez De, veszély. ami késik nem múlik alapon, de? mindig, mindig előbb-utóbb lesz végtermék. Lesz, minden lesz. Mert mindent meg is megígérünk. De a kollektívának lesznek pólói, táskái. Ja, sapója, minden. Tehát uh, a, ezeket visszük. A mörcsök ott, ott is lesznek. Képregény biztos, hogy lesz nálam is, CD is, um, saját merchandise portékákból talán még póló, ah, pulcsi. Marad. Sopó. Csak ezeket is magatok, ezek is viszitek magatokkal, hogy ezek akkor... mindig ott vannak nálunk, hogy újdonság lesz e idén, én ab, akkor leszek nagyon boldog, hogy ha karácsony egyébként meg tud jelenni a, a következő kis lemezanyagunk. De erről Fél után. jelenleg most még azért nem tudok mondani, mert nem akarok senkinek se. És a stúdiózása mennyire vagytok maximalisták, mert tényleg itt vannak ezek a termék, termékek, ez egy, megint egy érzékeny. Illetve tény. én annyira nem, de szerencsére vannak. De te vagy itt, te tudsz nyilatkozni. Hogy így mondjam, felettesek a zenekarba, akik ezt mindig. A, a jó általában adják. így a, a köztes dolgokról, tehát ami úgy köztem úgy nagyon nem nem értesül, mert hát most ne terheljük le ezzel, hogy vegyük el az idejét. Az az egyik, a másik meg úgy tudok érdemben hozzá. Az meg a másik, neki minden jó. Tehát most ha hozó olyan vagyok, a tukat, meg a rügyű, 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 akkor már meggyullad, hogy az, az kurva jó. Hát jó, mert van benne flow, van benne húzás, akkor az működik. Ja. Én ezt szeretem. Na. De... Ez másképp jó, amit én szeretek, érted? Tényleg, ja. Ja, fel, ja. Na, már kell, időt, szóval. Hú, hát áll, nem annyira összezavart. Gyere, olcs le, kérlek. Nem akarlak leoltani, Isten mencs, hát. nem jössz fel a színpadra, mit kezdünk a színpadon ja. nélküled? Úgy se halljuk élőben, amit működik. Na, hát a maximalizmus az működik, ö, olyan szinten, nálad. hogy, tehát valamit kitalálunk, azt mondjuk rá, hogy hú, ez kurva jó, tök jól szól együtt, Következő meg van hallgatva, és szar. Tehát ö, hogy nehéz stúdiózni, nehéz összerakni valamit. Szerintem egyébként kiadni, Nem glommal. tudom, majd, hogyha ezt uh, fogja más uh, zenekar is hallani, ezt Szerinte az interjút, vagy igen, fogja más előadó hallani, um, írjanak már ránk, hogy máshol is így megy egyébként, hát én, ezt, biztos, én erre biztos, tök kíváncsi vagyok. Nem, vagy. mert mennek a stúdióba, és akkor ott kattog az óra, hogy baszki mennyit kell fizetni, a meg akkor nem. valamit, akkor. Jó, de egyébként 2023-ban ez a klasszik stúdiózás már, már egy kicsit a múlté. Ez biztos, hogy ezt a az órát hogy akkor most Nyilván. bemész, kifizetel, ezt meg kell csinálni, és ez ilyen lesz, az lenne a legjobb. És akkor ki tudsz hozni egy szart a végén, igen. Igen, de beletörődsz, hogy ez kurva drága volt legalább, és tök szar lesz, és ez van. Olyan, mint a tranzitunk, nem? És ezért tartunk, hogy mi mindig itt, fél év után is, hogy nincs belőle semmi, mert, mert hiába van határidő, igazából, hát nem azt mondom, hogy le van szarva, de igazából, de. Nem, De akkor ez, az előző ez túl elpék, és... hogy jöttek össze, tehát valahogy akkor ki kell, kell Már ezt túl dramatizálja, tehát itt, Jó, ez, 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 azért ez teljesen nem fedi le a valóságot. Lényeg a lényegbe, hogy szeretnénk maximálisan a legjobbat nyújtani egy olyan az anyagon, olyan ami, ami utána megjelenik. Ez a legdiplomatikusabb duma egyébként az egészben. Minden más az csak sallang, és minden más az csak a, a, a zenekari igen, pontosan, na igen, hát ez nem tudom másképp mondani, hát ez olyan dolog tulajdonképpen, hogy leginkább leszorozod is, is. Adat, hogy amúgy. most ez egy ez szar lett amúgy, ja, meg mit. A közönség amúgy. dönt mindig, de nyilván uh, senki sem szeretné a zenekarból, hogy az előző uh, anyagoknál bármivel is gyengén vagy rosszan Szinte mindig meg kell lépni, tehát az, hogy... Azt hívják úgy, hogy fejlődés, igen. De ezeket a szinteket meglepték. Az előző lemezeknél, akár a szingülöknél, a kormánynál, a bélyegnél, akkor hogy tudtátok összerakni, ha ennyire problémás, nehéz? Tehát valahogy hát össze kellett rakni. Elég nehezen. <laughs> mint látod, egyébként nem vagyunk annyira termékeny mondat, tehát így az öt év alatt azért viszonylag sok dalunk nem jelent meg. Ez egyébként Kéz a kézben jár azzal, hogy egyrészt benne van a maximalizmus, másrészt én saját magamon látom, hogy amióta, amióta családos ember vagyok, azóta nagyon-nagyon leredukálódik bármilyen... Ráfordítható idő már az egészre. És. Nem így csak meg a többieknek hány a muka a muka van a csalá... ugye, család? A család a, családban a család, amit a a, and család, a Edemnek, a gitárosunknak van már kislánya, illetve náluk van család, Milánnál a másik gitárosnál most fog születni, December igen. környékén. Jó december egészséget, talán. kitartás. Igen, könnyű szülést, hogy Rásko ezt mondaná. Abszolút. Igen, és öh, egyébként összességében szerintem lehet, hogy itt az egésznek a, a, mozgató rugója az valamilyen szinten idáig én voltam, addig, amíg nem szeretett meg a második gyerkőc is. Az ütötted a vasat, meg Hát próbáltam legalábbis, de egyébként nekem a, ilyen szempontból a jobb kezem az a, az, a, mindig is a Gábor volt, tehát ő a másik, az, aki, aki ezt, ezt így a végleteki kisújkolja, de nyilván ő neki is van más projektje is, neki ott a Vichstone, neki a, a, munkai dolga is olyanok, hogy nagy felelősséggel jár, és és sok energiát elvisz, ő mellette ő mondjuk, a pókember. egyébként akár lehetne. És, és ugye mellette... nagy A nagy, erő, nagy erővel ott hát a Ezt még nem használta rá senki, de. Ő a Pauk ember. Pau. <laughs> de. Na várj, várj, kizökkentetek, baszki. Ja, 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 ja. Ez rossz a poénod azért. Szóval, na, mindegy, lényeg a lényeg, hogy, hogy ő mellette ugye klippeket is csinál más előadóknak, és, és, egy csomó minden 99%-ban az, az idejét, tehát őnek is oszlik a, a ráfordítható energiája. Úgyhogy ezáltal lassul le a munkafolyamat. De, de nem szüntetek meg? meg tehát ez de én nem gondolnám, de hogy egyébként, vagytok. figyelj, nincs olyan kiadó hátunk mögött, aki mondjuk meg kívánná ezt a, ezt a határidős melót. Nincs olyan menedzsment, vagy booking, vagy bárki a hátunk mögött, akinek időre le kéne tennünk bármit. Tehát most itt, itt hogyha... Csúszás, késés van bármibe, azzal magunkkal számolunk kell, Maximum a hallgatottságnak kell egy kicsit tovább beírni a régi dalokkal. Szerintem ez itt igazából így ennyi. Nem, nem... Hát ez egy direkt kérdés, hogyha nem oszlatotok még fel? Tehát itt egy bébi... Ez egy nagyon jó kérdés. De miért kellett volna felosztanunk? Várj, meg kíváncsi vagyok. A kérdés a kérdés, az oh. Na nem, most csak úgy azért... Mi, Mert, volt már ilyen biztos a történelemben, de te, itt vannak kihívások, de vannak célok, mindennyiaktoknak nagyon persze, fontos. Persze, és... hát gyakorlatilag szerintem a... Aki... Lusták vagyunk újra kezdeni. Igazából valószínűleg ez. Hát már ritkán szó, de akkor itt akkor, akkor, is szart. Ja, na, jó, hogy jöttél. Én lennék amúgy a harmadik, de itt, csönben csöndben előcsörögnék, ja, hát csak De hát nem is ez, az nem a lényeg megint csak, hanem, hogy gyakorlatilag nem gondolnám, hogy ö, a nehézségek véget fel kéne oszlanunk. Igazából ö, tehát, ezt más zenekarok is végigjárják szerintem Biztus. ezeket a káváriákat. Szóval. Ti, ültök itt. Szóval nektek kell nyilatkozni. Jogos. Képviselni magatokat, képviseljétek ö, a bérzegóat. Figyelj, én, 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 én erre annyit tudok mondani, hogy ezt az időt és munkát, amit ráfordítunk, ez ez magunknak kell elszámolni, érted? Tehát nem, azért mondom, bocs, nem értettem egy kicsit a kérdést, nem gondolnám, hogy föl kellett volna osztanunk. E? A, 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 annyi, annyi energia az bele az lett már ebbe ülve, hogy az, hogy most egyik pillanatról másikra azt mondjuk, hogy akkor hagyjuk francba az egészet, szerint, az nem működne senkinél mert mindegy, mindenki már egy kicsit magáinak érzi ezt az egészet. Ez olyan, mint egy maffia egyébként e, ilyen szempontból, hogy belekerülsz innen, nehéz egyébként kilépni. Tehát, e, hogyha, hogyha nem, is, nem is így, de valami más formában biztos, hogy jelen lesz az életedbe, akár a, akár a zene, vagy azzal járódók, vagy akár a... Vagy hát, ha a, a... mongusz példáját veszük, úgyis megint összeállunk, úgyhogy igazából <há> <ez az há> nem igen, még egy zenekar, tök ugyanebből a Figye, gyakorlatilag, én szerintem most már tizen, nem is tudom hány éve ugyanazon zenészbrigádból rotálódva vagyok együtt a zenekarokban. Más nem visel el azért. És itt sok mindenről beszéltünk, milyen nehezen jönnek össze a számok. Amúgy maga a zenélésben, ti mit szerettek a legjobban? A buszban ülést, a színpad, az alkotás, Fú. a mörcsnek a fontosását. Uh, egymás fogdosását. Igen, főleg. Hát ö, eleinte szerint, az, hát igazából mindenki úgy kezdte ezt az egészet, hogy a buli véget, hogy akkor menjünk el, most ne nem ja, a, mindig négy a csajozás. Hát nem is a csajozás, hanem a hogy álda. most kerti partik, meg a bogyónál még lakásban lakott, házi bulik voltak, és tök jó volt, hogy együtt volt a társaság is. A zenekar is ez igazából... működött, amíg nem csak nem volt család, így. Jó, hát nem fog már erre rá, hát lustadög vagy. Teljesen mindegy. Ebből Köszön. indult az egész, és a koncert eleinte is az, is az is ebből állt, hogy akkor elmenjünk, bulizunk egyet, tök mindegy hányan lesznek, hogy lesz. Én egyébként ezt a mai napig tökre élem, öh, tehát én na, lehet, hogy egy kicsit ellentmondásos így egy ilyen zenekari portfólióval mondjuk, de de én tök szeretem azt, amikor viszonylag kis létszámú közönségnek zenénünk egy kis helyen, Sokkal családiasabb, családi sokkal, sokkal inkább érzed ezt az underground összetartást és ezt az underground közeget, mint hogyha most, mit tudom én, ott áll x száz ember, aki lehet, hogy csak azért került oda, mert az utána lévő fellépőt várja, és próbál jó helyre bekerülni, tudod. Ja. <laughs> Mármint a közönség sorába, tudod. Hát az utazást azt egyáltalán nem szeretjük, szerintem. Ezt, azt én mondhatom. vezetni szeretek, bizonyos körülmények között. Ö de maximum csak oda, utána lehessen szívesen. hát ez szóval az. Szóval hát... Figyelj, az egész zenélésben szerintem az alkotás szépsége, a, a, meg az önkifejezés a, a legszebb amúgy. Én nem, szer... nem feltétlenül valaki, tényleg inkább stúdió, nem feltétlenül kiállni, amíg magát az létrehozni valaki, meg a stúdiózás szereti a legjobban. Én bennem mostanában fordult át egy kicsit az, hogy, hogy én, én tök szívesen elmolyolgatnék otthon dolgokkal, ahogy éppen az idő engedi. Mivel zenén nem tudok, nálam ez a szövegírásban ö, merül ki, illetve ö, tök szívesen próbálgatnék ki ének technikákat, meg minden, csak sajnos mindig az idő hiány szól közben, remélhetőleg ez is fog változni majd a jövőben. De laz, laz, 80 perc után kiderül, nem tudsz zenélni. Nem, semmit. Én <laughs> amúgy Kokrétan. tökre Dunna. semmit, tehát én nekem azért is volt szükség, mert az első IP-nél emberekre, akik hát zenéltem, a dobolni szöveg... doboltál, de, de hát a dobos az nem zenész, ugye, hát ezt mindenki tudja. Ó, oh, badabum, hát a szegény dobos. Igen, badumcs, ezt is a dobos adja, hülye. Nem, ezt most én adtam a számla. Ja, jó. Ez szájdobos vagy, öcsém. Fejezbe. Jó. Um, szóval, hol tartottunk, hogy a zenének az öröme? Igen. Hát az ének stúdiózásaid, meg a mit az ja, a Igen, az az vágyait, az meg, a szóval, szóval igazából én ebbe tökre ki tudnám élni magam, és az, hogy ezt utána, hogyha van rá igény, és el tudod vinni más városba pár embernek ezt, prezentálni, az tök jó. Én ezt, én ezt szeretem. Na, most nem tudok másmit mondani erre. E, igazából, amikor a koncert után odajönnek, és dumázgathatók e, tök személyesen kötetlenül ott azokkal az emberekkel, akik elmondásuk alapján szeretik azt, amit csinálunk, az egy kifejezetten jó érzés. És amikor visszajelzések, hogy tényleg ezek az én gondolatom, vagy tök jó volt feszültséget kiadni? Figyelj, igazából én eddig mindenkivel csak úgy találkoztam, hogy tudtak azonosulni azzal, amit mi képviselünk nem is volt, tehát az, az, akinek mondjuk nem tetszett, az nem oda megmondani, hogy öcsém, ez szar volt, takarodjatok valami. Nyilván valószínűleg volt annyira kultúrát, vagy vagy nem ő neki szólt, vagy ugye hallgat más, ha nem tetszik jelván, neki. Jelván. De összességében a... szerintem azt mondhatom, hogy majd hogy nem száz százalékig a pozitív visszajelzést kapjuk mindig. És ez igazából tak jó. Tehát és ez az a jó, hogy ebben, hogy ez személyes formában történik a koncertek után, én ezt teljesen szeretem. Nekem talán ugye az egész benne ez a mozgató rugója, tehát én úgy, úgy mind úgy a zenei alkotás részében, mivel nem tudok nagyon részt venni, meg nem is nagyon tervezek a jövőben sem, én nekem ez úgy, úgy nem túl releváns. A szövegalkotás is olyan, hogy iklet függő, tudod? Tehát, hogyha most éppen történik olyan dolog, ami, ami felkúrja az agyamat, és akkor, és akkor van iklet, akkor kijön, aztán lehet, hogy ugye két hónap múlva már az kicsit hitelét veszti. De összességében meg kordokumentum az egész, tehát. Az, most úgy gondolom én is, hogy a, hogy a szavak ereje IP is a, abban a formában, ahogy tavaly megjelent, az egy, az egy akkori korlányomat az, az, az ország helyzetének az ország. Akkori helyzetének, ami egyébként azóta csak negatív irányba fejlődött lefelé. Egyébként. És nem egy csomó szöszmetől, és azt tudom, hogy például a, a Berces Robi a hiperkarmába, hogy rengeteg ötlet van a fejébe, csak hát azt, hogy megvalósítani, hogy itt is így vagytok, egy csomó minden van, csak mondjuk a aktualitását veszíti, vagy közben így kikopik, vagy annyit változtatok rajta, hogy az ötlet, muníció van bőven, csak egy összerakni yeah. nehéz. Muníció az mindig van, itt uh, én szerintem a, a, az a bizonyos múzsa nem jön mindig, szerintem, és ez nem tudom, hogy egyébként honnan jött ez a metafora, hogy ezt, ez a, az a múzsa megiklet bárkit is, de egyébként tényleg élő dolog. Tehát én saját magamon érzem azt, hogy hogy vannak olyan időszakok, amikor bármit, tehát hogyha ide mögé állsz egy, egy alkával, és a fejem ezt állított, hogy most már pedig meg kell írnod azt a 16 sort, vagy azt a 8-at, ami hiányzik, akkor sem menne, mert, mert egyszerűen, egyszerűen, nem jön. Tehát vagy ami, ami jönne, az, az érződik rajta, hogy kínlódás és ő pontosan valószínűleg ez, ez, ezáltal is ugye kéz a kézbe jár azzal, hogy lassan haladunk a dolgokkal, mert kell az az idő, és szerintem egyébként ezt most nyilván más lépték be, de a nagyobb zenekarok is, vagy akik mondjuk akár világhírű zenekarok is így tették, tehát én most csak kiindulva a Metallicából, amikor már, már hirtelen már akkora volt a nyomás nézettségbe, hogy, hogy már kellett valamit, akkor kihozták a Black Albumot, amivel lehet, hogy hoztak, bevonzottak maguknak egy milliárd új hallgatót, de mellette meg meg számomra az egész karrierjük, az addig itt, azt teljesen tönkretették, és nem tudták elérni azóta sem. És most mondjuk a világ egyik vezető metalzenekaráról beszélek. Tehát ott is jó lett volna, szerintem, hogyha egy kicsit hagyva van a dolog, és érlelődve vannak a, a zene, tehát a számok, meg minden. És ahogy készültem az adásra, készültem rátok belőletek, így az egyik interjúban olvastam, hogy a Rock maraton jó voltából kaptuk egy ilyen klip készítési lehetőséget, hogy az így megvalósul, az Ami egyszer majd meg is jelenik, igen. És, folyamatban van, folyamatban van. Már leforgattátok, és már csak vágják? Vagy mi van az... még belsős informak nem hozhatunk meg ezekről, de meg kéne, hogy öljetek, hogy elmondani. Valahogy úgy lenne egyébként, erről még én se tudok egyébként olyan sok mindent. Ö... Az a legjobb információ. De folyamatban az... van, igen. De amúgy nem, 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 a srácok ezt egyébként csinálják, annyi infom van, hogy a srácok dolgoznak ezen. Ez az egész már elindult többször, nekifutottunk, ennek, csak ugye valahogy a dalírás is mindig másképp alakult, végül aztán aztán nem került sorforgatásra, végül nem is lett úgy a forgatókönyvse, úgyhogy ö, csúszunk vele. Igen, igazából itt okozat, okok tehát amíg, amíg hogy nincs kész nap. szám, szöveg, tehát addig úgy nagyon nem tudunk aktuális, hogy csinálni videót, tehát a ötletek vannak, be vannak dobálva a kosárba, és akkor abból van szemezgetve, de a koncepció is megvan, a látványvilág, hogy mi az elképzelés, de amíg úgy nincs, nincs tényleg kész konkrétan egy szám, nem tudjuk, hogy mondjuk ki lesz rá a fit, vagy, vagy ki vagy fogja -e. ezt, vagy lesz-e egyáltalán, igen. Addig, addig ugye ezt nem tudjuk. De nincs egy ilyen bárda fejetek fölött, hogy na akkor idén ennek... Hál' Isten nincs. Magunknak teszünk ki mindig teljesen irreális határidőket, Ami már elmúlt három amiket úgyse tudunk tartani, de valamihez meg kell tartsuk magunkat, tehát hogyha nem, nem tűznék ki határidőket, akkor ennél is lassabban lenne. nem lenne semmi. És ha már klippekről beszélünk, a klippekben annyira klippek, vagytok maximalisták, ott milyen... Hát áldozatokat kellett hoznatok, vagy ott is elszállt az agyatok, ha már képregényetek van, de mindent nem lehet megosni, vagy anyagi, anyagi lehetőségek is azért körül tudnak szólni. Ö, igen, az az egy szerencsénk, hogy szintén van egy Benji Gáborunk, úgyhogy a következő interjút ezt vele egy szemében fogod tartani, mert erről mindenről ő tudna a legjobban beszélni. Révén a, a Klippe 90 százaléka az ő a szüleménye, amúgy. Tehát ö, mi a legtöbbször hozzá, az Edem a jobb keze ebbe az egész klipkészítéses dologba, tehát ő vele ö, hozzák ki a végleges formát. Mi meg ott bakák vagyunk a fronton igazából, tehát... Ö, Bozomra, mint a bábuk. Ja, ja, szó szerint, tehát az, hogy... hogy Biódíszlet. Nem, asszisztálunk ahhoz, hogy az egész olyan, olyan legyen, ami ennek igazából a, a hozzáértők megalkották. És ha már én performanszok, tegyük fel egy ilyen karakter, hogy kerüljön a Csáó A csávó, egyébként a rockpüspök, igen, ő a Kostány barátunk, jelenleg már a CID-nek a gitárosa, és az utóbbi két koncertünk, vagy három, vagy nem, ja, kettő, igen, igen, hát egyszer csak megjelent a színpadon ebbe a püspöki kamarába egy hatalmas Joe-val a kezébe, és örömködött magának. Amiben nyilván sima dohány van. Jaj, jó természetesen. Uh, és figyelj, a közönség imádta, mi imádtuk, innentől fogva, hogyha Csabikám legközelebb bejársz bármelyik. meg meglepett a tisztár vendég. Hát, most képzeld azt a szitut, hogy oké, okay, elkezd, vagy mondjuk az utolsó számnál, a végleteknél volt, ott volt, ugye? Nem tudom, a káosznál volt egyébként. Káosz? Igen? Aha teljesen mindegy, nem tudom a címeket. Csak... Akkor miért kérdezte? <laughs> Azért, hogy okay. javítsanak ki. És akkor ugye mondjuk esztergomba volt, hogy úgy feljöttek random a színpadra, és akkor ott mindenki ugrál, mindenki táncol, és ö, egyszer csak hátrafordulok, és egy lila ruhában egy csávó széttart szét, széttárt kezekkel, az egyik kezében egy cigi van, a másik kezében egy akkor mint a tenyerem, egy akkora ostya, és áldja meg a tömeget, mondom, napszemüvegben, persze. Hát ezt, most mi, itt mi történik? Most, most, hol vagyok? Hova kerültem? Szentelés meg? van. Úristen. E, teljesen jó, teljesen jó. Tehát e, Csabikánknak nagyon köszönjük ezt, a, ezt az extra performance-ot. Bármikor szívesen látjuk bármely koncertünkön, hogyha hajlandó eljönni. És elemek vannak még így, vagy voltak már, vagy lesznek? az a helyzet, hogy, Jó, hogy a <laughs> Igen, szóval nem, a soelem az kimerül ötünkben, úgyhogy nem tudom, hát lehet, hogy majd lesznek, ez, figyelj, ez, a, ez, a, leg... Hát ha már unalmasak leszünk, akkor akkor biztos lesz valami. hát mondjuk te bemész pogózni, vagy bármi ilyesmi, Az, az megtörténik így is, hogyha éppen kilátok a maszkból, mert a fények. Tehát, ja, az Edem az rendszeresen lemászkál a színpadról, mikor még... Az a szomorú, hogy te nem. Félek. <laughs> még nem. Ja, még. de lehet, hogy ez változni fog, majd meglátjuk. Eljön még az idő. Vagy innen ott kell sok beerzebub sört. Több, beer több, több spritzert kell magadból. Spritzer, ja. ja. Igazából Man nagyon négy. jó az volt. Ezeket a képeket most látják egyébként? Igen, ezeket, a... la, ezeket látják. Neked is feljönnek emlékek? Nem, csak itt a tök... Ja, egyébként, ja, ja. Na, jó. Amúgy, nagyon, no, no, képek, meg videóitok vannak fent, tehát ilyen szempontból nem csak a e, Egy csomó jó fotóssal dolgoztunk együtt egyébként, most, most a Szilágyi Frankék csinálták ezeket a képeket, a Sounds for Bookingosok, de, de a Vitéz Marcell is sokszor fotózott nekünk, a, a, nem is tudom, a Lányi Kristóf egyébként, ő is csomó jó képet csinált, Igazából ez is ugyanaz, még talán korábban volt a kérdés, hogy ugye így akikkel együtt dolgozunk, hogy ö, itt is mindenki a 110%-at adja, tehát ezért is tök jó, hogy, hogy bárkivel most már így ö, olyan kontaktban vagyunk, aki, aki körülöttünk dolgozott, hogy tök jó végterméket ad hozzá az egészhez. Az... Főrünk, Ja, a német mondja, az Erased nek a basszusgitárosa, igen. Ők egy félsem feltörekvő óvári, nagyon jó ilyen metalkor jellegű zenekar, bárkinek és mindenkinek meleg szívvel ajánlom, mert nagyon királyzenét ott hoztak össze a srácok az első ip úgyhogy hallgassátok őket nagy erővel, majd um, úgyis dobunk be linket szerintem majd a végén. Ha ma óvárt említjük meg zenekar, hogy ti ott miért nem léptek fel ezen a foglalt helyszínen? Tehát... De hiszen mi ott fellépünk, csak erről még nem esett szó. Igen, <laughs> itt még nem tartunk. Egyébként És ez és... majd most jön? Nem, nem. Egyébként azért is nem promotálják nagyon ezt, ezt a bulit, mert limitálta limitált a befogadó képesség. Az is az helyenek. egyik. A másik Azt az... Mit le, 30 ember? Hát annál azért kicsit több, de hogyha ott vagyunk most már... Attól egy... függ, ha hivatalosan mondjuk, akkor szerintem maximum 30, de voltunk már azért ott dupláján, 31 igen. Igen, igen, igen. 29-en. 29 és... Ö, ö, szűkös, nap. Tehát most gondold el, hogy a családi házadba beengednél mondjuk, mit a tudom nappaliba. én, 70 elég jó vatkant. Izzottságszaggal. Megindulva szesztől fűtötten, azért ja. lehet, hogy nem lennél annyira komfortos, tudod. És már ott is majd összejön a buli, így Magyarországon van, ahol szeretnétek fellépni, de még nem jött össze bármilyen tényezőből, de lehet, hogy össze fog jönni. Az a helyzet, hogy összességében ez egy megint egy sokat feszegethető téma lenne számomra, egyébként elég szomorú, hogy, hogy nem tudom, hogy minek köszönhető, bár lehet, hogy ezt saját magunk építettük így, nem csak nem mi zenekar, hanem így az egész zenehallgatóság, hogy vidéken a klubbélet nagyon sanyarú sorsot kezd el fölvenni. De az vagy az van, el meg az Van, de annyira meg kell válogassák a klubok, hogy kiket léptetnek fel, hogy életbe tudjanak maradni jelenleg, mind úgy, akár a, a rezsi problémák véget, mind úgy, akár a, a személyzetnek a, a megélhetése véget, hogy hogy gyakorlatilag kéz a kézbe jár azzal, hogy kiszenekarok nem tudnak fellépni normális körülmények között, vagy csak olyan, olyan helyeken, ahol, ahol, ilyen éppen minimális közönségnek ehhez tudnak szólni. Ezáltal nem is tudnak soha egy kicsit szélesebb körhöz eljutni, mondjuk. Ugye ez, ezek mind a kéz a kézben járó dolgok, és annyira centralizált lett szerintem az egész klub szintér így Magyarországon, hogy gyakorlatilag a zenekarok Budapest turnékat csinálnak, hogy így mondjam, mert havonta lépnek fel Budapesten, vagy két havonta, mert ott van az egésznek potenciális befogadó közege. És, és elmész vidékre, mondjuk Budapesten csinálsz egy 240 fős dűrert kis terem és ugyanezt a produktumot vidéken mondjuk, mit tudom én, Kaposváron a hangárba, 40 embernek adod elő, vagy szombathelyen a végállomásba, vagy Szegeden a Városi klubba tök mindegy, és az ottani klubtulajdonosok is szelektálnak nyilván, és egyre inkább oda jutnak, hogy, hogy kisebb, vagy, 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 ilyen nem túl neves előadókat nem tudnak felépletni, vagy csak szupportzenekarokként, de a piac megtelített, tehát olyan szempontból, hogy előadó lenne bőséggel, és van elég sok jó is, akik megérdemelnék, hogy tudjanak felépni. És ugye ezáltal pedig jön az, hogy a közönség is meg kell gondolja, hogy hova költi el egyrészt a, a belépőre a pénzét, másrészt nyilván nem tud mindenki minden hétvégén koncertekre járni, még ha szeretne is a saját városában mondjuk ilyen kicsit lokálpatiót a ott lenni minden rendezvényen, hogy életbe tartsa ezt az undergroundot, én magam sem tudom megtenni, mert egyszerűen nem megy. Tehát a saját koncertjénken kívül jó formám, alig-alig jutok el bármilyen rendezvényre. Jó, nekem ez a családi háttér miatt van jelenleg ez biztos ez majd fog változni, hogyha lesz, hova változzon, érted? Tehát ki tudja, hogy ebből tíz év múlva, mire, mire én is úgy el tudok szakadni a családtól, hogy járhassak újra szintelet életbe tartani, addigra már nem lesz kinek érted jóformán, mert, mert kikoptak a koncertlátogatók. Tehát ez egy jó, ez egy kicsit apokaliptikus jövőkép ilyen szempontból. Még a műsorféket, próbáljuk pozitívan De, de egyébként, egyébként meg ez, ez egy, ez egy valós probléma, és ez már évek óta valós probléma, és én nem, nem nagyon látom, hogy ez jobb irányba ö, menne egyébként. De igen, amit mondasz, hogy ez évek óta adszódik, de hála az azért tényleg ti is tudtok. Egyre nagyobb a szakadék itt is egyébként a kiszenekarok és, a, és az ismertebb, a mainstream zenekarok között. Tehát itt is hiányoznak azok a klubok és az a befogadó közeg, a, akik akik ezt a, ezt a megszűnő úgymond közébréteget ö, támogassák. Hát csak az gazdaságosan jelenti. kihozni, hogy ezek. ezek hát a pont ez az, az tudod, tehát az, az hogy itt mind a kéz a kézben jár, itt, itt, itt egyszerűen ez egy ilyen körforgás, érted? Ez a kígyó a farkába arra eset, effektus, tudod. Há, vagy lehet, hogy azt kell csinálnátok, hogy mondjuk lehet titeket, mondjuk van egy bakelit lemezetek, meg lehet venni mondjuk 20 euróért, valaki megveszi 100 ért és akkor ebből el tudok menni. De egyébként hozzáteszem, tehát hogy én nem is feltétlen minden esetben magunkról beszélek, mert én nekem a, az igényszintem az egyébként itt tök jól meg is áll, tehát az, amilyen... Az közeget és közönséget mennyiségben meg tudunk szólítani, az számomra egyébként teljesen kielégítő. Tehát én nem is feltétlenül vágyom arra, hogy, hogy én mindenképpen, mit tudom, én arénákat töltsek meg, vagy valami. Én, én itt tök jól érzem magam ebbe a kis underground közegembe, de ettől függetlenül, tehát úgy emblok az, 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 egész zenei palettának az életbe tartása véget, viszont szükség lenne arra, hogy, hogy az emberek egy kicsit jobban támogassák, vagy jobban tudják támogatni, de addig, amíg mondjuk meggondolod, hogy a, a hónap végén megveszed a Párizsi zsemlét, vagy inkább elmész egy bizetbu koncertre, akkor lehet, hogy nem az utóbbit választod, érted? És teljesen értetően. De te másik oldalról meg tökül, hogy elmennek az emberek, meg van törzsközönségetek, akinek te fontos, hogy mondjuk... Kazettája meg legyen. Tőle. Nagyon hálás a közönségünk egyébként, és olyan diehard fanatikusok vannak, hogy, hogy gyakorlatilag tényleg bármivel kijövünk, azonnal viszik és szeretik. Tehát én, én nem is gondoltam volna hogy, hogy ennyi pólót, jövő ennyi jövő sapkát el koncerti. lehet szórni a, a, hallgatóknak, érted, mert imádják és szeretik, illetve, hogy, hogy egy csomóan eljönnek értünk messzebb lévő városokba is a lakóhelyiktől. Ezek ami, tök szuper ami, ami szintén... Én azért mondom, hogy én annyira szeretem ezt az underground közeget, mert ez, ez annak ellenére, hogy szintén eléggé kivéreztetett, most már lassan és egyre kevesebben tartják életben, mert kiöregszenek, vagy hát ez egy kicsit egy kiöregedő társadalom jellegét mutatja a dolgoknak, de ettől függetlenül meg összetartó, és szeretem azt, ahogy, ahogy a, az emberek hozzáállnak. És egyébként, amikor van egy ilyen, mit tudom én, egy ilyen punk fesztivál, mint mondjuk a Toxic Weekend, ahol, ahol egyébben egyszer összegyűlik a, a, az ország punkjának a nagyja, és, és ott, ott alkotnak egy sok száz fős kurva jó közösséget, az, az, számomra az mindig tök szívmelengető. Ugyanilyen volt egyébként a, a megboldogult rockmaratonból, amikor lett a Metal Factory, az ugyanez a hatás volt, csak hát aztán ott is ugye az sajnos, az földbe állt, ja. szintén anyagi dolgok véget, de egyébként egy csomó fesztivál erre a helyzetre jutott, vagy le kellett, hogy redukáljon a fellépőiből, és mondjuk mainstream -e dokra vagy más zenei stílusokra váltani, mint ahogy látjuk ezt mondjuk a nagyobb feszteknél. Légyhogy a közönségetek megvan, meg foglalkozott, tehát a HVG foglalkozott veletek, meg, meg a Hammer volt, tehát ezek amúgy ezt a pont, megtaláljátok a, a helyeket, a csatornákat. Tök jó volt, abszolút sokat dobott egyébként a, a, az Ázsiónkon, a HVG szikk, korán. Jézuska hozta. Hát, nem. igazából nem, a is, nem, 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 akkor nem, nem. is. De, nem, a kormányt hoztak a, 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 a Most miről beszélsz egyébként? Hát, hogy karácsonykor foglalkoztak velünk. <laughs> <laughs> ja, karácsonykor, igen, a Begli mellé, persze. <laughs> akkor jött ki a bélyeg te állat. De az egyébként 2019, azóta már léptünk ám négy évet. A ja. HVG-t, a hvg, a HVG cík, az, 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 2020 a kormány 2020. kormány után volt egyébként, valamikor, lehet, hogy igazad van, hogy karácsony. Igazad van, mert eddig majdnem, hát nem azt mondom, majd, nem azt mondom, hogy mindegyik, de biztos, hogy karácsony, a bélyek karácsonykor jött ki. Rá egy a kormány. Igen. Lehet, igazad lehet. Hát, Jó, oké, okay, megkövetlen. A 2020-12-16. Nem gondoltam, hogy egyszer igazad lesz. Látod, és már itt élő adásban le. Jó, Ezentúl akkor. Bocsánat. Tehát a szakma is figyel rá. Ezután elnézést kérek Markó Márktól, a basszusgitársok gyöngyétől, itt élő keretek között, hogy megcáfoltam. Kielégítő volt, köszönöm csak így tovább srácok, tehát ezek mondjuk tök jó visszajelzések, és, és köszönjük, hogy elhoztátok a képregét. Hát Azt hiszem, hogy elkapkodták, és ezt is így a kezembe tudtam Sajnos nem, van még egy csomó egyébként, úgyhogy úgy, bátran lehet vinni. Tényleg? Ezt akkor hangozzon el, tehát nyugodtan Öm, Ezek, e... bátran vigyétek, leakciózzuk a kedvetekért. 500 <laughs> jó, ez... forinttal. Nem, nem, nagy, pont Ja, hogyha szerveztek egy bírzaurót, akkor 500 forint kedvezményen tudjátok megvenni. Jó, nem, figyelj, ezt a kapitalista dumát hagyjuk. Egyébként ettől függetlenül van, igen, van képregényünk. A, Hol lehet megvenni? a linkéde. Leginkább a koncerteken, de egyébként a Bandcamp oldalunkon elérhető minden termékünk, ott, ott tudtok bármit beszerezni, egyébként ott szoktak az emberek leginkább érdeklődni a cuccok iránt, meg hát nyilván élőben koncertem. És, és gyakorlatilag ennyi. Amúgy egy csomó ideig tudnék még beszélni egyébként így a hazai klub életről, bár lehet, hogy, ha, csak lehet, hogy, hogy csak a, a, saját vízióimat erőltetném. nem ezt fogom hazáig hallgatani. De azért nem lehet, mert lassan vár engem haza a kis családom, és a nejemmel mi lesz akkor, meg a gyerkőceimmel. Ezért azért még ja, kapni ja, fogsz, ja. Tudod? Egyébként mindig ez a kibum, ez a, ez a gyerekkártya, így a, jó. a zenekari felelősségek alól Mióta ez... kettő van azóta, ugye hát duplája, tehát a dupla erős a kártya. Jó, hát az ott a... Volt ugye terhes kártya is, hogy a feleség terhes, hát ugye az, az, is kétszer. Az... Az nem volt ilyen erős, mint a gyerek. Ha már tényleg terhes kárt, ez a gazdák, berze, hogy okosan bérzebúb. Garázdálkodjon, Vagy okosan, vagy nem. De, de ez hogy, de hogy, hogy társ, mi a társas, minden, a társas Figyelj, mindig jönnek idióta ötletek, és uh, amik végül úgy rájönnek, hogy, vagy rájövünk, hogy nem is annyira, annyira idióta ötlet. Van még ezen kívül másféle játék ötletünk is, de nem beszéltünk róla, mert nem süthetjük el a dolgokat. De most majdnem kimondtam. Mit? Meg ne próbáld. Végig Majd, valaki nem. lelopja, ellopja... Igen, utána nem, 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 utána nem lesz érdekes. Egyébként... Uh, lehet, ez, hogy... egy kom, ez egy koncepció az egész, ami... ami ugye a képregényel kezdődött, is, ennek még azért lesz folytatása. További igen. információkat a Facebookon. Az az, 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 mindenki minden időben. Lájkoljatok Youtube-on, Facebookon. A Többi hasznos információkat, és nézzünk hallgatóink, ott van a videó leírásában. Ha voltatok már koncerten, van valamilyen merchetek a zenekartól, osszátok meg velünk erre, ott van a komment szekció, hogy hasznos volt a videó, osszátok meg ismerőseitekkel. Ha van kedves dalotok, azt is írjátok meg kommentbe, a srácokat kövessétek be Facebookon, meg engem, és én is mindenhol aktív vagyok és találkozunk legközelebb és köszönjük szépen a figyelmet legyetek jók ha tudtok sziasztok köszönjük köszi, köszi, szépen hello, sziasztok. hello 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 sziasztok